Polgári Mondó. Érték a felszín alatt. Szeretettel köszöntünk mindenkit a Polgári Mulatóban. Attila, kemény téma, de azt beszéltük Lajossal, hogy egy levegővétellel fogjuk lefolytatni, nem lesz több rész. Úgyhogy most megbocsássatok, de akkor ez nem másfél órás lesz, hanem legalább kettő. Besűrítjük. De szeptemberben folytatjuk egyébként, és akkor Árpád és a hét vezérrel fogjuk kezdeni, hogy tovább haladjunk a sorozattal. Attiláról csak annyit, hogy egyébként a kutatásaim szerint én azt gondolom, hogy a január 7-i névnap az pont tegnapra esett, tehát szeptember 21-ére, nem is véletlenül tettük erre a dátumra ezt az előadást. Ez egy jóisteni sugallat volt igazából, csak utólag vagyok okos. De nem is szaporítanám a szót, fogadjuk szeretettel Szántai Lajost, és megkérem, hogy tartsa meg az előadását. A felvezető csak azért volt ilyen, hogy szeressetek ilyen rövid, jó? Na jó, akkor nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és ez nagyon huszáros megnyitó beszéd volt, vagy felvezető beszéd. Minden esetre Attila az tényleg, ahogy elhangzott, az meglehetősen nagy témakört ölel fel. Hát gyakorlatilag gondoljuk végig, hogy magyar művelődés történet, történelem, mondavilág, hitvilág, vallástörténet, krónikák hagyománya, akkor ha oldalirányba kitekintünk, ami egy elég markáns vonalat képvisel, az irodalomnak a területén Attila király jelenléte, szerepe. Tehát a 19. századi, 20. századi irodalom, 20. századnak inkább az első fele, de Hály Gyula révén még az 50-es években is született kiváló Attila dráma. Tehát, hogy érthető legyen, hatalmas területet ölel fel. Ahogy mondani szokták, olyan, mintha itt lenne. Tehát egészen egyszerűen érezni egy jelenlétet, és talán nem véletlen az, hogy az utóbbi időben, hát ami nem tegnap kezdődött, azért Attiláról igyekeznek mindig valami sötét, elijesztő, riasztó képet kialakítani. Tehát minden évben készül valami Viaszaton, vagy bárhol olyan dokumentumfilm, történelmi igényű dokumentumfilm, ahol ha Attila szereplő vagy főszereplő, akkor a lehető legvérgőzősebb tónusokkal vázolják fel a világtörténelmi szerepét. Hát tájékozódásként, könnyítve a tájékozódást, néhány könyvcímet felsorolok, és ezek a könyvek leginkább amennyire nyilván történelmi szinten is próbálják Attila királyt megragadni, a személyét, hát ilyen Szász Bélának a könyve, de elsősorban olyan könyveket választottam ki, amelyek eszmetörténeti szinten, vagy üdvtörténelmi szinten ragadják meg Attila király személyiségét és jelentőségét. És a kettő az egyáltalán nincs egymással ellentmondásban, de azért nagyon szépen lehet érzékelni azt, hogy mondjuk üdvtörténelmi vagy eszmetörténeti szinten mondai hagyományban megmutatkozó Attila kép, az például a hivatalos történetírás álláspontjaival nem mindig hozható fedésbe, sőt, azt kell mondani, hogy egyáltalán csak a nevek feleltethetők meg. Tehát olyan, mintha egy attillai szerepkör létezne az úgynevezett mondai szájhagyománya hagyományoknak a világán, és ugyanakkor pedig az oknyomozó történelem tudomány pedig egy olyan Attila képet alakított ki az utóbbi 100 esztendőben, tisztelet a kivételnek, aminek semmihez, tehát se Attila korához, se Attila királyhoz, se a történelmi rangjához, szerepéhez úgy igazából köze nincsen. Tehát akkor tallózzunk. Az első ajánlott mű az talán meglepetésként fog hangzolni. Gárdonyi Géza, Láthatatlan ember. Tehát ha valaki úgy hangolódni akar, és azért nem árt tudni, hát bárki megtapasztalhatja, hogy nincs az emberben egy érzelmi hangoltság, akkor nagyon nehéz értelmi szinten valamivel foglalkozni. Tehát az értelmi és érzelmi hangoltság az nagyon fontos, hogy párosságot és aztán egységet alkosson. És ennél a könyvnél lehet igazából tetten érni azt, hogy mondjuk egy író,
mennyire szabadon mozoghat egy történelmi kérdéskörnek a területén, tehát mi az, amit hozzátehet, mi az, amit elvehet, tehát mitől lesz egy irodalmi mű történelmi szinten is hiteles. És ezt általában az írók nem nagyon szokták érzékelni. Tehát kicsit úgy közelítenek felelőtlenül témákhoz, hogy ő így látja. Elnézést, onnantól kezdve, hogy ez történelem, ő láthatja úgy, de ha nem a tényekből indul ki, hanem eleve egy értelmezésből, eleve egy vélekedésből, eleve, hogy úgy mondjam, egy ilyen saját szubjektív megállapítások sorozatából, akkor a tények nem biztos, hogy valódi hiteles irodalmi művet tudnak létrehozni. És a jó szándék minden téma választásnál fontos. Tehát ha valaki eleve ellenérzéssel fordul egy témához, akkor nyilvánvaló módon az szépen úgy ellöki saját magától. Tehát Gárdonyi Gézának a láthatatlan ember, ha nem is úgy volt a történelem, de az ember azt mondja, hogy igen, ez elfogadható szint. Ezt azért említem, mert egy másik regénye, az Isten rabjai, az ugyanakkor ugyanezt már nem tudom róla elmondani. Tehát ahol Szent Margit életét próbálta meg feldolgozni, vagy megénekelni, vagy regénybe foglalni, hát ő maga mondja el, hogy elolvasta Szent Margit legendáit, és elborzadt. Akkor viszont miért írt regényt? Tehát lehet érzékelni, és a kettőt egybevetve pontosan lehet tudni azt, hogy mitől hiteles, mert érzi az ember, hogy azért Szent Margit nem olyan volt, Negyedik Béla nem olyan volt, az akkor nem olyan volt. Tehát abban a regényben fel van mondva a lecke. De regényes szinten. A láthatatlan embernél nincs. Miért? Mert beidegződések ott Gárdonyit valami miatt, tehát Szent István kora ismerjük ezeket a történeteket, mármint hivatalos oknyomozó történetírás keretén belül, hogy kiírtja a fél magyarságot csak azért, hogy a nyugat-európai keresztény vallást itt fel tudja venni. Na most ehhez képest nem árt tudni, hogy 1054-ben van az egyházszakadás, tehát Kelet-Róma és Nyugat-Róma, a római anya Szent Egyház 1054-ben szakadt ketté. Tehát Szent István idejében nincs ilyen kérdés, hogy én most melyik Rómát válasszam, elnézést egyiket sem. És a magyar király apostoli rangú király, apostoli rangban lévő uralkodó se Kelet-Rómába, se Nyugat-Rómába, egyáltalán az egész keresztény világban nem létezett. Most ez azt jelenti, hogy a magyar királynak tulajdonképpen páratlan rangja van, méltósága van, szerepköre van, és ez feladatokat is jelent. Na most a következő viszont már messze vezet bennünket vissza a múltban, nem olyan messze, de majdnem egy fél évszázad, Olá Miklós Attila című műve 1537, ennek a bevezetője a Hungária. Olá Miklósról tudni kell, hogy esztergomi érsek volt. Tehát miután az ország három része szakad, a török elfoglalja a királyi központot, az első Pozsonyban történt király koronázási szertartásnak az úgynevezett érseke vagy főpapja, ez az Olá Miklós volt. Na most ezt miért hangsúlyozom? Mert se egyházi körökben, se világi körökben, se a néphagyomány, se a hősének nem tud olyan, hogy úgy mondjam, jelenségről, hogy Attila nem magyar király lett volna. Tehát gondoljuk végig, fél ezer évvel ezelőtt magas nagyegyházi vezetői szinten, mondjuk magyar katolikus anyaszent egyházon belül, a világ legtermészetesebb dolga volt egy esztergomi érsek részéről, ha féltette a hazát, és azért 1526 Mohácsi tragédia, 1541-ben pedig Buda elesik, és három része szakad az ország. Tehát nagy bajok idején hova lehet fordulni? Tehát milyen erőket kell mozgósítani ahhoz, hogy egy ilyen válságos helyzeten úrrá lehessen lenni. És majd látunk meglepetéseket, mert ha ezt nem egy esztergomi érsek fogalmazta meg volna, megmondom őszintén, én magam sem hittem el volna. Azért nem ilyen egyszerű a dolog, mert az ember néha nagyon könnyen elhisz dolgokat, de hát nem merem feltenni ilyen baráti, találós kérdésként, hogy vajon Olá Miklós miről mit fogalmaz, mert nagyon elvinné az időt, de aki először találkozik ezzel a ténnyel, hát egyszerűen megdöbben.
és Attiláról van nyilvánvaló módon szó, hogyha művének Attila a főszereplője. Tehát aztán Szász Béla, a hunok története, Attila nagykirály, ez 1943-ban jelent meg, de aztán megért egy új kiadást, Bakai Kornél történész régész jóvoltából, úgymond magyarázó szövegek, tehát szó szerint két könyvet lehet egy kézbe venni, Szász Béláit és Bakai Kornélit, és a kettő nagyon szépen kiegészíti egymást. És itt a történelmi Attila a főszereplő. De ott is lehet érzékelni, hogy a történelmi Attila minden esetben túlnő egy történelmi szereplőként. Tehát történelmi szinten nem mindig, más a nagyságrendje, más a tartalma, más a jelentősége. Tehát mindig úgy kiemelkedik egy adott értelmezési körből, így a történelem világából is. Aztán Szörényi László, hunok és jezsuiták, Budapest 1993. Na most ez megint meglepő irodalomtörténet, és ahogy jeleztem, végig vonul a magyar művelődés történeten az a kép, ami Attilát a legpozitívabb színben tünteti fel. Tehát a magyarság egyházi és világi szinten, hát jezsuita költészet. Na most a jezsuita rend pont a három részre szakadt ország idején, pont a szabadságharcok idején, pont a vallási felekezetek közötti viszályok idejében, hát nyilván most nem a magyar jezsuitákról van szó, de a Habsburg hatalomnak tulajdonképpen egy lebonyolító hatalmi ágazatát képviselte, és nem volt olyan országgyűlés, mondjuk akár Bocskai István hívta össze, akár Bethlen Gábor, akár a királyi Magyarország területén, akár Erdély területén, akár milyen területen, mindig alapba foglalták törvénybe, hogy a jezsuiták vonuljanak ki Magyarországról. Tehát nem hagytak jó emléket és jó nyomot, de ez egy külön kérdés. Most ez a költészet, ami Szörényi László tanulmányaiban megjelenik, hát ez egészen egyszerűen döbbenetes, meg kiderül, hogy 1600-as évek, 1700-as évek, 1800-as évek, végig iskoladrámákban, tehát akárhol van, Pesten iskola, Pápán van iskola, Vácon van iskola, iskoladrámákban nincs olyan időszak, hogy tanárok, diákok valamilyen művet, ami Attila köré csoportosul vagy szerveződik, ne írtak, ne adtak volna elő. Következő, nem merül ki ennyiben ez a tanulmánykötet egyébként, csak szeretném érzékelni, hogy jelen pillanatban úgy tűnik, hogy egy kicsit légüres térbe kerülünk, hogy lassan átmegy a köztudatba az a téves felfogás, hogy Attilának, mint hunnak a magyarokhoz semmi köze nincsen. És ez egy téves történelmi koncepció, valami távoli rezonancia lehet, ismerjük ezeket a magyarázatokat. Szó nincs erről. Itt egy genetikus kapcsolatrendszerről van szó. Tehát megint tovább megyek. Pap Gábor, Csillag esik föld, Reng Attila színművek, Debrecen, Főnix könyvek 2002-ben jelent meg. Ennek egy, hogy? Csillag esik föld, Reng. Hát ez szinte már kortárs szöveg, aztán Arany Jánosnál is megjelenik, tehát ez a jött éve csodáknak Csillag esik föld, Reng vonatkozásában. Tehát ez is Attila király világához tartozik, hogy ég és föld megmozdul, amikor ő megérkezik. Tehát színművek. Na most van köztük olyan, ami ekkor jelent meg először, 1853-ban, és ez pont Pap Gábornak köszönhető, gyakorlatilag egy kiadatlan drámát sikerült levéltárban felkutatni, Hegedűs Lajosnak a színműve, és hát lehet, hogy a végére tartogatom majd tőle, mármint Hegedűs Lajostól egy olyan idézetet, ami eléggé szívhez szól. 1848, gondoljuk végig. Tehát így, vagy 1853, bocsánat. És 1853-ban született egyébként Csontváry Koszka Tivadar, aki a saját vallomása szerint a festő ecsetet, most rövid tömörséggel fogalmazok, amennyire lényegében az ihletettség az égből jön, de végeredmény egy attillai hagyománykör mozgósul.
csak most már egy művészeti területen, festőművészet területén. Már ki tudjuk egészíteni egyébként, hogy érezzük azt a hatást, amivel ma megpróbálunk egy kicsit közelebbről megismerkedni. 1905-ben születik valaki, a 20. század egyik, hanem a legnagyobb költője, akit az egész világ, hát gyakorlatilag világirodalmi szinten tart számon, és a világ legnagyobb költői között emleget. És kereszt nevét tekintve ismerjük, hát Attilának hívják. Na, ő József Attila. És a kurikulum vitébe, hát halála előtt vagyunk már gyakorlatilag, szinte az utolsó nagy összefoglaló megnyilatkozás a saját életéről, egy úgymond munkahelyi állás vonatkozásában írja meg, hát valaki azt elolvassa, nyilván mondjuk egy ilyen gazdasági meg pénzügyiket intéző intézetnél, hát ez a kurikulum vitéze kiváló az irodalomban, de nem biztos, hogy mondjuk ilyen állásajánlásnak, vagy ilyen önéletrajzi ügynek megfelelő. És emlékezzünk, hát aki ismeri az ő életét, az tudja, hogy öcsödön őt egy kellemetlen emlék nyomasztotta egész élete végéig, és ennek időnként a költészetében is hangot ad. Az más kérdés, hogy öcsödön azóta tiltakoznak, hogy erről szó nincs. Tehát lényeg az, hogy Attila kisgyermek korában nevelőszülőkhöz oda van téve, és hát nyilván megkérdezik tőle, hogy hogy hívják, József Attila, ránéznek, és mit mondanak. Hát a felnőtteknek olyan az észjárása, mint nekünk, amikor fölnőttünk, amikor gyerekkorunkban hányszor megfogadtuk, ha majd felnövünk, gyerekkel így nem beszélünk, gyerektől ilyen kérdéseket nem kérdezünk. Ismerjük a klasszikus kérdéseket, amikor egy felnőtt odahajol egy gyerekhez, és megkérdezi, hány éves vagy, jársz-e iskolába, milyen tanuló vagy, trillala, trallala, szokásos kérdések, felnő az ember, odahajol a gyerekhez, hány éves vagy, jársz iskolába, milyen tanuló vagy. Lényeg az, hogy kijelentik, hogy Attila név nincs. És ez Attilát, József Attilát olyan mélyen érinti, csak hát valószínűleg lehet, hogy nem is így hangzott el. A lényeg az, hogy Attila az jelent valamit. És most képzeljük el, ránéznek egy ilyen kis törékeny, szegény gyerekre, hogy ő Attila nevét viseli. Hát az a két térség tele van Attila hagyománnyal egészen le Dombegyházig, ahol az egyik nagy halmot, Attila temetkezési helyének Kunhalmot tartják. Akkor gondolom tudjuk, kicsit megyünk tovább, Szarvas után már ott van Békés Csaba, Csaba. Tehát itt mindegy hatalmas nagy Attila hagyomány csomópont mutatható ki. És mit, de mit mond József Attila? Mitől lett ő magyar költő? Ha nem Attila lett volna az ő neve, ő maga írja a kurikulum vitébe, akkor is foglalkozott volna a nagy hun királlyal. Miért? Mert Attillával, a nagy hun királlyal való eszmei találkozása tette őt magyar költővé. Tehát nem Petőfire hivatkozik, nem valami költőtársra, és hát Petőfit meg nagyon szerette, sőt, hát volt egy nagyon érdekes, misztikus kapcsolat is Petőfi irányába József Attila révén. Tehát, hogy érthető legyen, Attilát nem biztos, hogy mindig ott kell keresnünk, ahova ajánlatokat kapunk, hogy ott keressük. Tehát egészen egyszerűen áthatja a magyar művelődés történetet. És szó szerint mindenhol jelen van, a Csontvári Koszka Tivadar is megfogalmazza, hogy benne él mindenben, ami itt van a környezetünkben. Csak érezni kell, hogy hogy. Hát segítek, Kölcsei Ferenc, magyar himnusz, általad nyer szép hazát Bendegúznak vére. Ki volt Bendegúz? Attila király édesapja. Tehát Attila nem egy történelmi múlt, hanem szó szerint a magyarság számára azt jelenti, hogy a saját létének, feladatkörének, küldetésének van egy jól meghatározható, körvonalazható célja. Következő mű, Pap Gábor Attila ébresztése 2013, tanulmányok vannak benne, idézetek vannak, hát képekkel is megismerkedhetünk, hogy az európai művészettörténeten belül hogy jelenik meg, milyen ábrázolások révén jelenik meg Attila. És végül Thierry Amadé, francia történész, Attila mondák, Pest 1864. Na most megmondom őszintén, hogy nyilván szubjektív egy ilyen könyv ajánlat, de ha valaki egy Attila eszmekörrel, az attillassággal, egyáltalán egy hagyománnyal meg akar ismerkedni, akkor ezeket a könyveket biztos, hogy nem fogja kikerülni. És általában a legtöbb
Bigben, hát nagyon szép, hogy úgy mondjam, bibliográfiát találunk, ahol aztán tovább lehet menni. Hát a legalaposabb bibliográfia például Pap Gábor két könyvében található. És ez azért érdemes innen közelíteni, mert kortárs világból tudunk példát mondani és mutatni. Na most Thierry Amadéval fejeztem be, tehát francia történész, és gondolom tudjuk, hogy Thierry Amadé nagy népszerűségre tett szert, olyannyira, hogy Magyarországon is, de máshol is szoborba akarták önteni az alakját. Na most miután francia történész, nekünk általában Trianon óta a francia, hogy úgy mondjam, történelmi szemléletről és világlátásról meglehetősen, hát sajnos azt kell mondani, hogy sajnos elég hiteles képünk van. De ez nem mindig volt így. Tehát ahhoz, hogy Attila, vagy a magyar történelem, vagy a magyarság ilyen helyzetbe kerüljön, gondoljunk a mai sajtóhadjáratra, gyakorlatilag a világ minden táján, egy ilyen nemzetközi, hogy úgy mondjam, média hatalmassági vonalon belül, hát ahogy Magyarországot beállítják, az egészen egyszerűen vérlázító. Egy szóigazság nem szokott általában elhangozni. De látni fogjuk, hogy ez nem ma kezdődött. Viszont ilyenkor kell nagyon figyelni, mert ebből legalább annyit le lehetne vonni vigaszként, hogy ha ekkora nagy problémát jelent, ekkora nagy hatalmaknak Magyarország léte, akkor itt nagyobb erő van, mint náluk összességében. Tehát itt valami egészen más típusú hatalmas erőnek kell jelen lenni, hogy ez ekkora riadalmat és vélelmet váltson ki naponta. No, nézzük Thierry Amadét. Mit ír? Attila Árpád és Szent Istvánban van megtestesülve a három korszak, melyre a magyar nép hőstörténete oszlik. Na most gondolom érzékeljük, külföldi történész ilyet, hogy Szent Istvánnal befejeződött volna valami, és elkezdődött volna egy olyan, ami nem magyar, hát egyszerűen ez egy teljesen újkori jelenség, és ennek is megvan az oka, hogy miért próbálnak ilyen képet Szent Istvánról kialakítani. De ezzel most egyelőre nem foglalkozunk, csak jelzem. Magyar krónikás hagyományban a magyarok első királya, minden esetben Attila. Attila a magyarok első királya. Ugyanazon krónikában lapozunk pár oldalt, eljutunk Szent István királyhoz, ki lesz Szent István király? Magyarok első királya. Hát ez már ebből lehetne látni, hogy itt valami kapcsolódás van az Attilai királyság és a Szent Istváni királyság vonatkozásában. És miért lehet feltételezni valami szoros kapcsolatot? Mert magyar krónikák, ez nem azt jelenti, hogy Árpád vezérnek nem volt királyi rangja vagy méltósága. Hát emlékezzünk vissza, nincs olyan külföldi forrás, aki egy jó kiállású magyar vezérre, aki nem fővezér, tehát nem a vezetőség vezetőjét fogja megtestesíteni, de hát gyakorlatilag Leheltől Kurszánon keresztül, Bulcsún át, Gyulán keresztül, nyugat-európai források, hogy nevezik ezeket a kiváró kapitányokat, vezéreket, fejed, de királyi rangúnak tüntetik fel őket. Tehát gondoljuk végig, hogy ez mit jelent. Viszont a magyar történetírásban, krónikákban, hogy érezzük, hogy királyság és királyság között mekkora a különbség. Ha egy királyság csak e világi szerepkörrel rendelkezik, akkor az én királyságom, az én világom nem ebből a világból való, idézve Jézus Krisztust. De ennek van egy többlet tartalma, és ilyet egy nép nem mindig kap meg. Vagy fellülről érkezik, aztán ha eltűnik, akkor újra ki kell várni, hogy érdemesek legyünk rá, de gondolom tudjuk, hiába van Attila fiának, Csabának végül is nagy hatalma, aztán hiába megy vissza az ázsiai őshazába, mozgósítani az ottaniakat, hogy jöjjenek vissza a Kárpát-medencei őshazába, tehát Pannoniába, gyakorlatilag Csaba mindenki számára minden időben milyen rangban jelenik meg. Csaba királyfi. Ez azt jelenti, hogy Attila fia, Csaba királyfi egyszerűen nem hajlandó megöregedni. Mert amikor egy 80-valahány éves Károly királyfit koronáznak harmadik Károly néven, mondjuk, most egy kicsit nyilván félrevezető, amit mondok, de hogy érthető, egy királyfi azért királyfi, az nem nyugdíjas állás.
A szó szerint mindig egy reménységet jelent, egy ígéretet, hogy hát, ha betölti azt a méltóságot. Na most Csaba Királyfi egy örök ígéret. És Csaba Királyfit az ember nem tudja úgy elképzelni, ahogy az ő nagyapját, Bendegúzt, már pedig a krónika elmondja róla, hogy Attila halála után Csaba, hát viszontagságos, bonyodalmas időszak után visszamegy az ázsiai őshaza székébe, és ott nagyapját, Bendegúzt, bár nagyon öregen, de tiszta, hogy úgy mondjam, épp szellemiséggel találja meg. És a fiatal és az öreg együttes ereje bíztatja a hét vezért, hét magyart arra, hogy a magyarok térjenek vissza Pannoniába, Attila király örökségét vegyék vissza. Tehát ez külön kérdés, hogy az öreg és a gyermek ez mit jelent eszmetörténeti, vallástörténeti szinten, a hagyományok szintjén. Tehát ha ez a kettő egy nép életében folyamatosan jelen van, tehát az öregnek általában már nincs nagy fizikai ereje, de hatalmas a tudása, a tapasztalatvilága, a bölcsessége. A fiatal tele van tetterővel, vágyjal, de mi az, ami még hiányzik? Hát hiányzik a tapasztalatvilágból eredő bölcsesség. De ha ez egyé válik, egyesül, akkor az a nép tulajdonképpen előrelátással fog rendelkezni. Na most, visszakanyarodva tehát a kérdéskörhöz, és akkor kiderül, hogy Csaba fia, Ed, Ed fia, Előd, Előd fia, Ügyek, Ügyek fia, Álmos, Álmos fia, Árpád, Árpád fia, Zolta, Zolta fia, Taksony, Taksony fia, Géza, Géza fia, István, Szent István lesz belőle, és még ott van egy koppány kérdés is, amivel majd nyilván valamikor, ha oda érkezünk a történelmi időben, foglalkozni fogunk. De gondolom észrevettük valamit. Csaba királyfi és Géza között gyakorlatilag csak vezérek, fejedelmek szerepelnek. Tehát ahhoz, hogy itt király legyen valaki, nem elég a földi hatalom teljességével rendelkezni, égi hatalom megnyilatkozására is szükség van. És minden jel szerint, majd látjuk a forrásokat, nem véletlenül festi meg Raffaello Santi 1513 és 14 között a vatikáni fogadó termek egyikébe Attila Róma fala alatt, hát ez Raffaellónak az egyik leghíresebb műve egyébként, minden híreszteléssel szemben, ez nagyon benne van a művészettörténet számontartási rendszerében, és még valami. Hát ez egy világvallás vezetőjének úgymond belső világán belül vagyunk, tehát ott akármi nem kerülhet falra. Csak az, ami a vallás szempontjából fontos. És ez a döntő, amit nagyon kevesen tudnak, hogy a keresztény Európa kialakulásában Nagy Károlynak semmi szerepe nincsen. Semmi szerepe nincsen. Attila királynak viszont van. Na most nem Attila díjat osztogatnak, hanem Nagy Károly díjat, de mindig a legérdemesebbnek. Hát az ember azt mondja, tényleg gratulálunk. Tehát ennél szebbet elképzelni nem lehet. Tehát Nagy Károlyról semmi olyan valódi, hiteles történelmi adattal nem rendelkezünk, ami azt igazolná, hogy Európa, keresztény Európa kialakulásában ekkora szerepe lett volna. Hát látunk a Vatikánban Nagy Károly freskót, vagy egyebeket? Pedig vagy létezett ő, vagy nem, hát valaki biztos létezett helyette, vagy általa, nem tudom, hogy. De gondolom, tudjuk, német-római császárok történelmi időben, a középkorban, a mi Árpád korunkkal megegyező időben, hát időnként Nagy Károlyt boldoggá meg szentté avatták, amit a nagyegyház soha nem fogadott el. Na de vissza, térve tehát, ott az angyal, vagy a két főapostol, vagy a látomás szerinti jelenség, amit a magyar képes krónika is megörökít, 1358-ban íródott és festődött Nagy Lajos magyar király számára. Tehát tulajdonképpen az, hogy Attila ott van Róma falai alatt, huszadrangú kérdés, hogy nem volt ott történelmi szinten. Egy biztos, amikor ő Ravennát elfoglalta, onnantól kezdve egyenes út vezetett le Rómáig. De ezzel még fogunk foglalkozni. És amikor Nagy Szent Leó római püspökkel, kegyes megfogalmazással élve, pápával találkozik, mi történik? Valaki felnéz az égbe. Na most kettőjük közül nem a vallási vezető néz fel az égbe, hanem Attila lóháton, mind a ketten a szövegekben lóháton vannak, ábrázolásokban viszont nem, meglepő módon.
ábrázolásokban, festményeken, miniatúrán, általában Attila van lóháton, de Raffaello Santi is úgy festi meg, ha vissza tudunk emlékezni, hogy nagy agyonkantározott fehér lóhátán jelenik meg Leo is. Na de nem is ez a lényeg, hanem kinéz föl az égbe. Kilátja azt, akit maga Jézus Krisztus küld angyalként. És ez az angyal mit mond? Azt mondja, hogy ne pusztítsd el ezt a várost, apostolaim csontjai nyugszanak benne, ha megkíméled, egyébként nem fogom megkímélni a hallgatóságot, fel fogom az eredeti szöveget olvasni. Tehát lényeg az, hogy ha megkíméled, akkor egy utódod örökké tartó koronát fog kapni, nyerni. És ki lesz ez az utód? Hát ha a magyarok első királyának az égből, mennyből az angyal, Jézus Krisztus ezt üzeni, és aztán senki nem tölti be a királyi méltóságot és rangot, hanem csak Szent István majd, akkor ki lesz ez az utód? Tehát itt van a kontinuitás eszmetörténeti szinten. Viszont gyorsan visszatérnék Thierry Amadéhoz, mert azért egy kicsit nagy utat tettünk meg egy mondat kommentálása révén. Tehát Attila, Árpád és Szent István van megtestesülve a három korszak, melyre a magyar néphős története oszlik. Itt megint megállok, mert általában mindenki, aki felolvassa, most Pap Gáboron kívül nem nagyon szokták felolvasni, és nem is nagyon szoktak mások figyelmeztetni arra, hogy francia történész a magyar történelmet milyen jelzővel illeti, milyen minőségűnek tartja. Nem hétköznapi történelem, hős történet. Világos? Hát ez nem egy hétköznapi történelem, a magyar történelem. Emelt szinten üdv történelemnek lehet nevezni. Oszlik és e jellemmel tűnnek ők föl a hagyományban, hogy az idők különbözése dacára is egy közös cselekményre összeműködnek. Egymás fiai nem csak test, hanem lélek szerint is. Ez is nagyon fontos. Tehát nem csak egy származás, mert származni lehet. De egy származás igazából mikor válik valóban magasrendűvé? Ha az a lélek is társul hozzá. És ezt egy külföldi történésznek kell megfogalmazni. Gondoljuk végig, hogy nagyon sok mindent meglepő módon külföldi történész rólunk pontosabban fogalmazott, lényegesebben, mint mi magunk. Például Petrus Ranzanus írja le Mátyás király idején, hogy az a folyam, ami a Emese álmában elindul, amikor a koronás fejű turul madár leszáll, és úgymond valami foganatosítás ott történik, hát mindenki, hát Anonymousnál is, miért? Mert nálunk a túlbeszélés soha nem volt divat, bármennyire hihetetlen. Tehát mi a krónikásainktól ne azt várjuk, hogy itt agyon fog magasztalni és dicsérni, mindenki tudja, hogy miről van szó. Nagyon egyszerű a példa egyébként, férfi ember nem mindig szereti, ha állandóan nagyon dicsérik, miért? Mert ha találkozunk valakivel az utcán, nők szeretik a dicséretet. De én még olyan férfival nem találkoztam, akit elkezdtek dicsérni, előbb-utóbb ne azt kérdezte volna magától, mit akar ez tőlem, hogy érthető legyen. Tehát bizánci császári krónikások, nézzük meg, hogy írnak bizánci császárokról. Hát az ember esze tényleg megáll, miért? Mert még a nap is csak azért kell fel, hogy a felséges Bazileuszt, hogy úgy mondjam, homlokon csókolja. Tehát semmi másért. Ugyanez megy tovább, mert a törökök elfoglalják Konstantinápolyt, Isztambul néven megy tovább, de sokáig marad a Konstantinápoly megnevezés, és ott a szultánról, aki padisa, tehát a legmagasabb méltósága a padisa, hát egyszerűen lehet érezni, hogy ha valaki 5 kiló török mézet egyszerre megesszik, akkor is jobban jön ki a gyömör, amikor ezeket a töménezéseket hallgatja. Tehát ez nem tartásnak való. És mi azt hiszük, hogy akkor hiteles egy krónika, ha ilyen elkezd így ömleni. Már nem ismerem mondani 18 éven felülieknek, milyen ömlések léteznek a világban. Csak ömöljön, tehát áradjon. Na, maradjunk a témánál. És viszont jön Petrus Ranzanus, diplomáciai tárgyalás révén kerül Magyarországra, akkor még ha valaki Magyarországra jött, akkor írt egy magyar krónikát, hogy érthető legyen. Ő is megírja. Lehet, nem tudom, de valószínűleg magyarul nem nagyon tudott. Tehát Mátyással latinul beszéltek.
És ír egy magyar krónikát, és abban mi szerepel, és ez mire figyelmeztet. Na most Mátyás korabeli krónikások közül, hát krónikás az Petrus Lanzanus túlzás, de mégiscsak krónika. Tehát ők gyakorlatilag, főleg Bonfini, valószínűleg régebbi magyar krónikákat is forgatniuk kellett, hogy érthető legyen. Még megvannak. Még nem pusztulnak el a 150 éves tűzvészbe, viharba, oda-vissza ostromok alkalmával. Na minden esetre, tehát Petrus Lanzanus leír, hogy egy fényfolyam árad ki, és nincs tévedés, mert ebből a fényfolyamból emese álma, és tulajdonképpen erről mondta Dümmer Dezső, kiváló történész, Thierry Amadé, csak ezt most már nem olvasom fel, leírják, hogy álmos fejedelem, tehát emese álmában milyen történet fogalmazódik meg? Egy reinkarnációs történet. Tehát ki az, aki reinkarnálódik? Ez nem úgy képzeljük el, ahogy ma az ilyen szirupos lélekvándorlási eszmék, nem is tudom, képzelgésekben van. Ez olyan, most a reinkarnációtól látom, megijedünk, de az eredendő bűn miért reinkarnálódhat például? Akkor valami reinkarnálódik? Valami újra testet ölt? Hát az nem azt fogja jelenteni, hogy ex-katedra klónoztak valakit, hanem azt jelenti, hogy nagyon sok képesség, ráadásul ugyanazon a nemzetségen belül, mert az Árpádházat nem Árpádháznak nevezték a középkorban, hanem Attila király nemzetségének. Más néven De Genere Turul. A Turul pedig koronásfejű turulmadár, Attila király címer állata volt, pajzsán zászlaján viselte, pajzsra az kerül, ami véd bennünket, a zászlóra pedig az, amit követni kell. Tehát akár a Turul nemzetség, akár Attila király nemzetség, és Petrus Lanzanus is, akkor álmos születését leírja, mit mond? Ez az ember Attila király nemzetségéből született. Pont. Na most azóta lefolyt 500 év a nagy folyókon, és hova jutottunk? Hát már a himnusz is, már sokszor, akiknek tanítani kellene, már azok is tiltakoznak, hogy Kölcsey Ferenc, hát az a romantika korának romantikus déli bábos eszméje. Hát az ember esze egyébként megáll. Most képzeljük el ezeket az embereket, egy Kossuth Lajost, egy Petőfi Sándort, egy Széchenyi István, csak egy adott korban. Mindenki déli bábos bolond volt. Csak azért, mert nem olvasták el a mai tankönyvet. Genetikus, egyenes úton magukat, már mint a magyar népet, Attila király népének tekintették. És nem úgy, hogy rokonságban lehettünk valamikor, vagy valamilyen úton, módon a nagy hun birodalomban mi is egy Mansi Hanti földön medvékkel málnáztunk nyaranként, és egyszer csak a világ legütőképes hadseregét állítottuk össze, lóhától, reflexiakkal, egyebekkel. Szóval az ember nem is érti, de tényleg nem érti. Hogy lehet egyáltalán ide eljutni? Na most ahhoz tényleg kell egy lombikba zárható városi környezet, ahol nagyon nehéz gondolkodni, ahol nagyon nehéz megélni azt, hogy lóháton csak lemenjen valaki a Balatonra. Azért gondoljuk végig ezeket a dolgokat. Semmi élettapasztalat nincs, hanem felelőtlen ideológiai nyilatkozatok. És mindig az, hogy mi lehetett, hát az nem lehetett, hogy ez igaz, mármint amit egy ilyen mitikusnak tekintető hagyománykör képvisel, mert az akadémikus történetírás az mennyi mindent megtudott. Hát azóta csak nézzük magunkat, amennyi mindent megtudott. És nem, hogy erősödött volna, hát ha valaki igazsággal találkozik, az őt is igazzá teszi. Elnézést, hogyha kiderül valami bárkinek a saját életébe, lehet néha az igazság kellemetlen, de végül is igaz. És előbb-utóbb nemhogy lehúzna, hanem éppen ellenkezőleg, mivel igaz szíven talált. Tehát annak az igazságnak ott a szívben van a helye, és nem álhagyományok, áltörténelem, kitalált dolgok, hanem tényleg az igazság útján el tudunk indulni. És ahogy népmesékben szokták mondani, az ember hétszer teszebb és erősebb lesz általa, tehát nem gyengébb. Most így legyengíteni a nemzet tudatot, azért gondolom tudjuk, tetszik, nem tetszik, ennek megvan a maga, hogy úgy mondjam, oktatási szabályrendszere. Tehát most már tényleg menni kell
előre, tehát Attila szelleme Bolyge hőskölteményi triológia fölött uralkodik rajta, s betölti azt nyílt vagy titkos közbejövetelével, mint a magyar nemzet elválhatatlan védura, nem marad idegen attól, létének egy fejleményében sem. Midőn a nemzet változik, ő is vele változik, átalakul vele együtt, és mindennekben övé a főszerep. Na most ezt így megfogalmazni, azért gondoljuk végig. És azt megfogalmazni, hát Beethoven is foglalkozott Attila, hogy úgy mondjam, műnek az írásával. Szent Istvánról, ami a Szent István rockopera elején van, emlékezzünk vissza, az a Szent István nyitány. Tehát, hogy érthető legyen, aki számított Európában valamit a kultúrtörténetben, az Attilát magyar királynak tartotta. Most visszamenőleg mindenkihez oda kell menni és kioktatni, hogy milyen rosszul tudta. És létrejöttek nagy szellemi értékek. És azért ilyenkor lehet sejteni, hogyha ilyen szellemi értékek, művek jönnek létre, irodalmi művek, zenei művek, festészeti művek, hát az hazugságra nem tud épülni, mert egy nemzedék kiéli magát 5 perc alatt benne. Nem lesz tartalma, nem fogja belülről motiválni, lelkesíteni. No, hát ennyi bevezető után, akkor térjünk a tárgyra. Tudnivaló, említettem, hát először is eszmetörténeti szinten, hát a koronáshelyű Turul históriáját már érintettük, de majd legközelebb szeptemberben a hét magyar hétvezér, tehát a hon visszafoglalás idejét fogjuk tárgyalni, és akkor majd ez a témakör visszajön. Na most a hármas halom kettős keresztel, tehát Magyarország címere, középkori címere, ami mind a mai napig eljött. Hát gondolom tudjuk, hogy a történészek egymás szájából szedik ki a mondatot, vagy az egymás írógépéről koppintják le a betűket, hát most már interneten, számítógépen ez könnyebben megoldható, de hát már volt elektromos írógép, már nem is tudom, pár évtizeddel korábban is, amely egy könnyebb pötyögést tett lehetővé. De hát nem is ez a legfontosabb dolog, hogy ennek az egészségügyi dolgaival ismerkedjünk meg, hanem mi itt a lényeg? A kettős keresztet, mint címerhasználatot harmadik Béla korára teszik. Azt gondolom tudjuk. Tehát egy meglehetősen kései korra, ez az 1100-as éveknek úgymond a második fele. Utolsó harmada szinte. Na most ehhez képest nézzük meg, hogy hogyan vélekednek a középkor, hát egy legkősebbi szakaszában erről a kérdésről, és egy esztergomi érsek hogy nyilatkozik. Tehát gondolom érzékeljük, esztergomi érsek, katolikus, ha valaki nagyon ragaszkodik hozzá, akkor legyen római katolikus, mert a katolikus azt jelenti, hogy egyetemes. Azt gondolom tudjuk. És középkori szövegek ilyen módon a rómait és a katolikus soha nem használták. Bármennyire hihetetlen. Római anyaszentegyházról beszéltek, latin rítusról beszéltek, és amikor megszólította egy római pápa a magyar királyt, mint a római anyaszentegyháznak a vezetője, a magyar királyt hogy szólította meg? A katolikus anyaszentegyház fia. Tehát ilyen egyházi diplomáciai, hogy úgy mondjam, helyzetekben érdekes módon mindig ide billent az a szóhasználat, hát amit most nagyon általánosnak tartunk és visszaszoktunk vetíteni. De innentől kezdve hangsúlyozom, legyen ez a majdnem mindegy kérdés. Tehát esztergomi érsek, keresztény, szentatyának úgymond a hatalmát, a hivatását, a feladatkörét, hogy szentpéterföldi helytartója, tehát mindent elismerünk. Ő maga is. Tehát a hűség az ott van. De van egy magyar történelem, és vannak a tények. És a tények hogy szólnak? Ez az a négy folyó, amely a zöld halomból kiemelkedő kettős fehér keresztel Magyarország címerét alkotja. Tehát ismerjük, ez az egyik oldalon a sávok, a piros és a fehér, vagy ezüstös, a másik oldalon pedig a hármas halom és a kettős kereszt. Attila király kezétől és az ő nyomdokain járva birtokoljuk címerünket. Van-e kérdés? De tényleg, van-e kérdés?
Tehát még csak nem is Szent Istvántól. Mert úgy mond a kegyes megengedő hagyomány, ezt a címert nyilván Szent Istvánra vetíti vissza, címer használatot. Az oknyomozó történetírás nagyon precízen, harmadik Bélától, de még ott is várni kell, majd csak negyedik Bél, második András idejében fog ez a címer használat kirajzolni. Ehhez képest egyházi körökben Magyarországon, hogy tudják, egyházi felsőbb körökben. Attila királytól származik. Attilától. És itt válik izgalmassá a kérdés, hogy mióta vagyunk Európa kellős közepén. Egyáltalán. Hogyan van ez? De ezt tegyük zárójelbe, mert majd vissza fogunk témákra térni. Krónikon, Varsóvienze, tehát a Varsói Krónika, Könyves Kálmán király idején íródott, lengyel krónika, de a magyar történelemről egész részletesen megemlékezik, és Attila rendszeresen Aquilla néven jelenik meg, ami sas madarat jelent, de hát Attila nem a sashoz, hanem a turul, koronásfejű turul madár, tehát ott egy inkább a sólyom félék körül kell keresgélnünk. De ennek is megvan egyébként a magyarázata, hogy mi az Aquilla, azon belül sas csillagkép, nyári égból tüneményes csillagkép a tejút elágazásánál. Ennek a fő csillaga az Atair, ez a nagy nyári háromszögnek az egyik jellegadó csillaga, tehát nyáron a csillagos égbolton legkönnyebben mindenki úgy tájékozódik, hogy melyek a legfényesebb csillagok. És a nagy nyári háromszög gyakorlatilag már három nyári égbolt jellemző csillagképét teszi felismerhetővé. Az Atair az a sasnak, az Aquillának a főcsillaga, a Deneb az a hattyúnak a főcsillaga, a Cygnusnak, és a Lantnak, a Lírának a főcsillaga a Véga. A Véga gyakorlatilag, amikor a költészetben megjelenik irodalomban ez a zöld csillag, kék csillag nyaranként, na ez a sokat megénekelt, nagyon nagy fényerejű csillagról van szó. Ez a nagy nyári háromszög. És tulajdonképpen itt válik a dolog izgalmassá, hát ha már így belementünk, hogy Attila milyen tulajdonságkör képviselőjeként jelenik meg kozmikus, mitikus, mondai, vagy kozmikus üttörténeti szinten. Rendre egyébként, rendre a germán hősmondák is egy sas módjára megnyilatkozó szerepben vélik őt felismerni. Számtalan példánk van, de ez külön kérdés. Lengyel-magyar krónika Aquillának nevezik, és van egy olyan Attila pályafutásában egy olyan történelmi emlék, ami meglepő módon, tényleg meglepő módon, magyar krónikák, és tulajdonképpen megdöbben az ember, a jóindulatú nyugat-európai krónikás hagyományok és legendák is nem a katalonömi csatát tartják Attila legnagyobb hőstettének. Sőt, hát azt gondolom, tudjuk azt mind a mai napig, a hazai akadémikus történetírás is Attila győzelmét elvitatja. Milyen alapon, senki nem tudja. Ezért jó elolvasni Gárdonyi Géza Láthatatlan emberének, hogy úgymond utó tanulmányait, mert nagyon egyszerűen felveti a kérdést, hogy nem győzött Attila a katalonumi csatában, amikor győzött. Hát gondolom mindenki tudja, ha az ellenség elvonul a csatatérről, és a másik csapat ott marad. Ki szokott elmenni a csatatérről viharos gyorsasággal? Kinek kell kötelességszerűen a csata után, tehát kik maradnak ott a csatamezőn? És hát kicsit fájdalmas a dolog, de például a Mohácsi csata. És még aznap, augusztus 29-én, 1526. augusztus 29-ének éjszakáján Szulejmán szultán nem tudta, hogy ki győzött ebben a csatában. Hát megtiltotta a katonáinak a lóról való leszállást. Hát van szükség is, leszállhattak a lóról, de a ló kantárját nem engedhették el. Másnap vált számára világossá, hogy elvonultak a mieink. Tehát kimaradt ott győztesként. Most már pedzegetik, miért? Mert szégyen lenne ennyi adat ismeretében nem világgá kürtölni, hogy ez nem egy olyan csata volt, ahogy mondjuk Nemeskürti István leírja, hogy ez történt Mohácsnál című tanulmányában. Ez egy nagyon kemény csata volt.
És a csaták általában ókorban sem mindig három napig tartottak, hanem néhány óra alatt viharos gyorsasággal esetleg lefutottak és befejeződtek. Török források, ameddig van oszmán birodalom, több száz év elteltével is úgy írnak a mohácsi csatáról, hogy ilyen csatát az oszmán hadsereg sehol nem vívott, a bolygók is megálltak a pályájukon és nézték, hogy mi van a csatamezőn. Csak mi van, hát itt is megvertek minket. Merjünk már megvertek lenni éjjel-nappal, gyulavitész télen-nyáron, kell egy kis kesergés. Azért nem olyan olcsón adták azt a győzelmet. Na de a lényeg, hogy úgy mondjam, ebből a szempontból az, hogy aki ott marad, miért? Mert általában azért sok minden ott marad egy csatamezőn. Ezt hadizsákmánynak nevezik. Hát ma is gondolom tudjuk, bármikor, második világháborúba is. Egy halott katonának jó csizmája volt, úgy húzták le a lábáról, mint annak rendje. Tehát ezen nem kell, sajnos a szükség az ilyen. Tehát aki ott marad, az tulajdonképpen még egy fontos dolgot kell teljesíteni, a végtisztességet megadni. Mert általában nagy temetésekbe kell fogni, ha nem akarják, hogy nagy járvány törjön ki. Tehát megássák a tömegsírokat. És ezt nem a vesztes ássa meg, hanem tulajdonképpen a győztes. Vagy ha a győztes úgy gondolja, hogy neki mindegy, akkor tovább mehet, de egy biztos, aki győző, az általában 2-3 napig a csatamezőn szokott időzni. Na most Attila 2-3 napig a katalonumi csatamezőn időzik. Akkor hogy győzhetett Aécius mondjuk? Vagy egyáltalán, hogy lehetett dönteni? Jó döntetlen volt, mint a gyaloggalopban, nem tudom, hogy ki látta azt a jelenet. Jó, hát agresszív kis malac vagy gumilabda pattoghat, de attól még pattogtatják. Tehát magától ez nem fog neki menni. Tehát Attila király bizony győzött ott, és utána elmegy Türingiába, Eisenachba, ahol a warburgi fellegvár adott szállást annak idején Árpádházi, tehát turulnembéli vagy Attila király nemzetségéből származó Szent Erzsébetnek, és Eisenachba kihirdeti, hogy ő a világ ura. Na most Aécius kihirdette Rómába, hogy ő a világ ura? És a római birodalom helyre állt és visszakapta. Tehát, hogy érthető legyen, a mai történelmi, világdrámai helyzetből lehet látni, hogy teljesen mindegy, hogy mi az igazság. Úgy hazudik éjjel-nappal a média, ahogy a szájából kifér. Azt gondolom, akárki, akármilyen oldalról nézi a dolgot, lehet látni, hogy itt elképesztő hazugságok vannak, és szemrebbenés nélkül. Tehát ez a döbbenete szemrebbenés nélkül. Tényeket meghazudtolva. Szinte az emberiséget szoktatják ahhoz hozzá, de most gőzerővel egyébként nem kell fennakadni. Hát kit érdekel az, hogy mi az Európai Unió tagjai vagyunk? Úgy bánnak velünk, mintha ellenségek volnánk. Kit érdekel az, hogy mi a NATO-nak a tag? Úgy bánnak velünk, mintha ellenségek volnánk. Semmilyen szerződés nem számít, semmit senki nem tart be, és ennek eljött az ideje. Tehát innentől kezdve még hivatkozni se fognak semmire. Régebben még legalább úgy próbálták álcázni a dolgokat, ha valamit nem tartottak be, legalább lebegtették azt, hogy hát azért törvények, szerződések, előírások, semmi erről nincsen szó. Az a szánalmas vergődés, ahol itt nálunk a diplomácia, ez nagyon kell érzékeltetni és szembesíteni velük, de illúzióink ne legyenek. Na most ez a legkevesebb, nyilvánvaló módon. Tehát nem Attila legnagyobb hadi bravúrját tettét tartják számon, hanem Aquilla a bevételét. És miért? Hát van egy olyan 19. századi itáliai érme, tehát Olaszország, gondolom tudjuk, hogy Udinétől egészen az itáliai csizma sarkáig tele van Attila hagyománykörrel. Tehát az, hogy a Pó vizébe van eltemetve Attila, az, hogy Udinében mutatják a trónját Attilának, nem egy helyen mutatják, legalább 2-3 vagy több olyan trónus van, ókor végéről, középkor erejéről, amit a kegyes hagyomány mind a mai napig úgy apostrofál, hogy az Attila király trónusa. Tehát van egy ilyen hagyomány. És például van egy olyan pénzérme, 1800-as években hozták forgalomba,
a Udinében adták ki, hogyha jól emlékszem. Attila, egyik oldalon a szöveg az, hogy Attila Aquilea lerombolója, Udine felépítője. Tehát gondolom, valamit észrevettünk. Nem csak az az Attila kép létezik Nyugat-Európában, hogy lerombolja a városokat. A rosszul felépített, rossz, tehát olyan rossz tulajdonságoknak fészket adó, rossz arányokkal, rosszul felépített városokat. Hát egy jó építész, aki mérnök, nyilván, hogyha már van lehetősége, hogy kulipintyóba rakjon, elnézést a szakifejezésé, vagy egy palotába, amit maga is megtervez, akkor mit fog csinálni azzal a kulipintyó, kunyóval, vagy valamivel? Hát, mint ma, ha valaki mondjuk venni akar valahol egy házat, de történetesen van módja arra, és nagyon inkább a teleka fontos, mit szoktak tenni? Hát jó sok pénze, ha van valakinek. Úgy dózerolja el az ottani házat, mint annak rendje, és épít helyére egy maga ízlés szerint itt. Na most ilyen esetben viszont Attila esetében egy más típusú erőt is számon tartanak. Nem csak a pusztítót, mert ezt nagyon szereti a nyugat-európai, és újabban hollywoodi hagyomány is, hogy úgy mondjam, zászlóra tűzni, hanem az újrateremtő. Tehát ami rossz, az szűnjön meg, és ami jó, az teremtődjön újra. Tehát ez pedig a teremtőnek az egyik klasszikus tulajdonsága, a pusztítva újrateremtő képesség. Na de, megint visszakanyarodva. Tehát amikor például krónikák hosszadalmasan ecsetelik, és a magyar képes krónika is, katalonumi csatáról nincs miniatúra. Aquilea a bevételéről van miniatúra. És miért? Mit jelent az Aquilea név? Na, innen tértem el jó nagy kitérővel. Egyébként ezeket a kérdéseket az ominózus művem Attila ébresztésében Pap Gábor részletesen taglalja. Tehát miről van szó? A világ Attilát Aquilának tartja, sasnak, birodalmi sasnak, lomha nagy birodalmi sasnak. A római légióknak is volt. Egyébként sas fenséges és lenyűgöző, csak van egy óriási nagy különbség. Ez a világi uralomnak volt minden esetben a szárnyaló, hogy úgy mondjam, megidézője. Ez vitathatatlan tétel minden nép történelmében. Tehát ez mit jelent? Attiláról kialakul egy kép, és ha a világ róla kialakította a világhódító képet, bárki, aki nagy népszerűségnek örvend, gondolom, tudjuk, lélektanilag ma is népszerű emberek saját népszerűségüket nem tudják elviselni. Miért? Vagy belebetegszenek, vagy összeomlanak, vagy úgy azonosulnak azzal a képpel, hogy eltorzul a személyiségük. Na most Attilának le kellett győznie azt a képet, amit magáról a világ kialakított. Tehát a fegyverrel hódító. És ezért nagy jelentőségű Aquilea a bevétele. Tehát ez mit jelent? Attila legyőzte saját magát. És innentől kezdve válik olyan szintű, hát előtte is az volt, csak hát ezt az utat, ezt a beavatási utat nyilván végig kell járni. És itt utalnék vissza, hogy nem, a turul az nem sasmadár. És gondolom, tudjuk, a hazai hagyomány a turul sasnak soha, egy másodperc, turul sólyom. Tehát idáig szoktunk általában eljutni. És ennek az Aquilea csillagképnek a magja, tehát a sas csillagkép magja, ez az Atair, és ennek, ahogy Pap Gábor megfogalmazta, és hát nyelvpörgetés útján rá lehet döbbenni, tényleg így van, hát az R-nek az L a váltó hangja. Abban a pillanatban kihez jutottunk el? Attilához. Tehát az Atair az az Attila név, a turulnak a szabályos hangalaki megfelelője. Tehát ott van a lényeg. Ott van a lényeg. De ezzel most nem szeretnék továbbiakban foglalkozni, hanem megyünk tovább azon az úton, hogy lemegy Róma felé, mert innen tettük meg ezt a kis aquileai kitérőt. És mi történik? Na most nagyon egyszerű dolog történik, éjszaka elalszik a sátrában. Idézem a lengyel-magyar krónikát. Az éjszaka első szakaszában azután, mikor sátrában nyugodott volna, látásban szent angyal jelenik meg néki szólván, az isteni felség Jézus Krisztus parancsolja néked, a Szentvárosba, Rómába, ahol apostolaimnak teste nyugszik, kegyetlenséggel be ne törj. Őtet fenyegetni nem erészelt.
hanem majd annak idején megcselekszem, hogy egyik utódod magát megalázván felkeresse Rómát, és az örökkévaló koronát nyerjen. Tehát mit jelent, Thierry Amadé is leírja, csak minden nem fogok felolvasni, ez a magyarok megtérésének igazi oka. Mármint a Szent István korabeli. Nem pedig az a szöveg, hogy jönnek külföldi hittérítők. Egyet nevezzünk meg. De tényleg, Szent Gellért, elnézést, már püspökségek vannak Magyarországon, amikor Magyarországra jön. Hát ne szórakozzunk, ahogy mondani szokták. Árpád magyarjai ereket tartó melkeresztekkel temetkeznek. Pont. Milyen valláson vannak? Sámánizmuson és taoizmuson, ókori egyiptomi valláson, bármin. Hát könyörgöm, keresztel temetkezik. Ezt viszi a sírba. Ezzel azonosul. Mindenhol kereszténynek számítanak, kivéve, mert akkor hogy leszünk finnugorok, akkor hogy lesz a Szent Istváni térítés, akkor hogy jönnek be ide a külföldi hittérítők. Na nem is akarom én ezt most már tovább ragozni, hanem Zrínyi Miklóst idézem, Mátyás királyról szóló tanulmánya, Attilának fáradtsága hasznosabb vala, maradandó és örökös királyságot csinálja az magyarnak. Tehát gondolom érzékelünk, bármilyen korban tallózva belenyúlunk az ide és külföldről érkező emlékanyagba, egyszerűen nincs kérdés, hogy ki Attila és milyen viszonya van a magyarsággal. És akkor még hát tulajdonképpen csak így úgymond kalandozgattunk, de van még egy érdekes dolog. 16. században Attilának ez a különleges szerepköre, ami nem áll meg a történelemnél. Hanem hát emlékezzünk vissza, itt, tényleg itt már művészettörténet vonalán is, mert a Magyar Szent Koronának is van egy művészettörténészi szemmel értékelhető, érzékelhető jelenléte. Ez egy vitathatatlan tétel. Na igen ám, de van még egy vonulat. És itt válik izgalmassá az, hogy Petőfi Sándor, Arany János, Vörös Marti, hát Párducos Árpád, Vörös Marti. Na de, hogy érthető legyen, mi az, hogy a magyarok Árpád vezér idején visszajönnek? Miért jönnek vissza? Mert oda jönnek vissza azt visszavenni, ami az övék volt. Pontosabban Attila király örökségének visszavételére érkeznek. És, Például 1598 Zólius ellen, aki a magyar nyelvet ócsárolja, Tolnai Balog János Sáros megyei prédikátor írja a következőket. Ám a vitéz skitáktól származik éppen a nyelvünk. Tehát úgy mond, a mi nyelvünk a skita nyelv. Na most elmegyünk keletre, és tudom, hogy ezt senki nem hiszi el, mindenki húnutód népnek tartja magát, csak van egy probléma, egyenes ágon jelen pillanatban alig találnánk húnutód népet keleten. Tehát a kazak történész, vagy a kazak nemez jurtában lévő, bennünket befogadó házi úr, kit nevez Attila népének és Attila egyenes ági leszármazottjának? Nem magát, hanem minket, pont. Alma Atáról tudni kell, mind a mai napig Kazakisztánban büszkék rá és boldogok, hogy az az alma fajta, ami ott terem, még egy helyen jelen van ez a Kárpát-medencébe, és mit mondanak, ezt csak Attila király hozhatta be Európába. Alma Ata az almák atya. Tehát, hogy úgy mondjam, annyira szerteágazó a hagyománykör, hogy tényleg a mindennapi asztalunkig, ételünkig, italunkig el tudunk menni. Tehát annyira belső a kapcsolat. És emlékszem, amikor Kazakisztánban jártunk egy történelmi helyszínen, ilyen őskori szikla rajzokat lehetett tanulmányozni egy bizonyos helyszínen, egy középiskolás csoporttal futottunk össze. És amikor kiderült, hogy hát mi meg egy magyar csoportnak vagyunk a tagja, középiskolások lelkendeztek, most próbáljuk meg fordítva értelmezni, hogy milyen jó, alig várják, hogy Magyarországra, mert Magyarországra jelentkeztek egyetemre, mert az Attila király országa, és Attila nekik milyen fontos. Hát az ember úgy magába végiggondolta, hogy te ide egyetemre jelentkeztél, majd megkapod sajnos. Majd ki fog derülni, hogy mi a helyzet.
És hát Mongóliában is csak nem azt mondják, hogy mi rokonok vagyunk, hanem közös volt az a terület, ahol a ti elődeitek meg a mi elődeink éltek. Hát Ucsiraltú professzorra gondoljunk, hát aki Obrusánszki Borbála révén elég ismert lett Magyarországon történészként. Ucsiraltú professzor elmondja, és voltunk ott, hát belső Mongólia, ez most Kínához tartozik, a Hőhoti Egyetemen, a Hun tanszéknek a vezetője. És elmondta ő maga, Obrusánszki Borbála fordított, hogy ő már, hát körülbelül nem tudom hány száz Hun szót azonosított kínai, ókori, koraközépkori krónikákban, a mongol nyelvvel nem megfejthetők ezek a szavak. Tehát 10 ilyen Hun szó közül 1-2-nek mongolban is van jelentése, de ön 7-8 az melyik nyelvből vétetett? A magyar nyelvből. És azért ne felejtsük el, itt nem akármilyen népek, akármilyen rangú, nívójú, tudású akadémikusai nyilatkoznak. Tehát nem déli bábozni jöttünk a világra. Egyébként a déli báb gyönyörű, csodálatos jelenség. És ha valaki egyszer megtapasztalta, annak azon kellene elgondolkodnia, hogy nem csak a Hortobágyon, a Szahara. Hogy lehet, hogy a déli báb értelmetlen dolgokat nem varázsol? Azt varázsolja, ami ott nincs. De mihez tartozik? Csordák legelésznek. Vizek. Hát láttuk például Egyiptomban, hogy tényleg az ember megdöbbent, hogy még az is a déli bábhoz tartozott, hogy a legelésző csorda úgymond tükröződik a nem létező víznek a víztükrében. Szóval elképesztő csavarok vannak. De nem űrhajókat dob ki a déli báb, meg ilyen rakoncátlan geometria, az életet. Tehát van a Földön egy olyan erő, természeti jelenség, de ahol nincs olyan élet, miről álmodik. Éhes disznómakkal álmodik. Hát tulajdonképpen, hát vannak ilyenek, de a hortobágyi déli báb az inkább ilyen tündéri jelenségekhez tartozik, és gondolom tudjuk, tényleg világhírű, és még mind a mai napig létezik. Bármennyire hihet. Abban a nagyságrendben, amivel 100 évvel korábban már nehéz látni. Mert tényleg csárdák jelentek meg, hatalmas palota építmények. De tényleg az ember tűnődik, hogy nem értelmetlen alakzatok, tehát tulajdonképpen kinek az intelligenciája vetíti ki. Na most jól belekeveredtünk ebbe a kérdéskörbe, tehát inkább akkor visszatérnék a úgymond nyelvi ügyekhez. Tehát egy népet tartanak szkíta hunutód népnek egyeneságon, az a magyar nép. Ázsiában, Európában vagy, ahogy erről szó van. Az összes többi kicsit későbbi, jelenlegi keleti népek kicsit később indulnak a világtörténelmi színpadon, mint ahogy mi elkezdtük ott a pályafutásunkat. És érdekes módon ezt nem vonják kétségbe, hanem elismerik, és hát várnak egy olyan tudást, ami innen jöhet, mert ott nincs meg. Aztán mi is onnan nagyon sok mindent kaphatunk természetesen vissza. Ókor, és mi okozza ezt a nagy gondot, ezt a tűzzel, vassal való tiltó jelenséget? Hát az, hogy az ókorban volt egy nagy verseny, hogy melyik a világ legősibb, legrégebbi népe, és gondolom tudjuk, Pompeiosz Trógusz sok változatban fennmaradt, Hérodotosz is írt róla, bár ő, mint a történelemírás atya, kicsit más módon nyomta meg a tollát. Lényeg az, hogy két nép maradt a küzdőtéren. Az egyik az egyiptomi volt, másik a szkíta. És az egyiptomiak, és ez középkori magyar krónikákban, Túróczi János krónikájában is szerepel, hogy érthető legyen, tehát gerincét alkotja úgymond a krónikás hagyománynak is, hogy a szkítáké lett ez a dicsőséges múlt. Tehát ez mit jelent? Maguk az egyiptomiak nem magukat tartották egy adott térség legősibb, legrégebbi népének, amely saját anyanyelvével, kultúrájával azonos, hanem a szkítát. Ha az egyiptomi lett volna, minden óvoda bejáratán ott lenne, feltüntetve. És bizony nem árt tudni, hogy a képes krónika az gyakorlatilag legalább a fele időig Szent Istvánig, és még utána is a magyar többször írja le szkíta népnév alatt, mint hun vagy magyar népnév alatt. Hát ne felejtsük el, hogy még
Adi Endre is, bár hogy milyen előjellel, de ez a szitja kérdés. Szkíta ügy. Tehát ha valaki szkítát mond, akár tud róla, akár nem, ókori legősibb népek által bizonyítható módon a világ legősibb műveltségéről, kultúrájáról, népéről tesz valamilyen tanúbizonyságot. És bizony, erre oda kell figyelni. Hát a rovás írás nem így nevezték, hogy rovás írás, hanem szkíta írás, szkíta betűkkel középkorban. Senki nem, na hagyjuk ezt most már. Tehát ám a vitéz szkítáktól származik éppen a nyelvünk. Na most még a finnugor nyelvészeten belül is kénytelenek elismerni, hogy Európa egyik legrégebbi nyelve melyik. Hát nem a német, nem a dán, hanem a magyar. Új latin nyelveket nem is említünk meg. Tehát sok-sok ezer év óta kellett lennie, hogy ez a hivatalos nyelvészeti állás fog, mert azért valami szépet és jót is kell mondani általában. Ám a vitéz szkítáktól származik éppen a nyelvünk, hírneves ősöktől, mint Nagy Attila király. Tehát Nagy Attila király, tehát az anyanyelvnek a kérdése. Tehát kiderül, hogy egy nyelven beszél a történelmi múltunk. És gondolom tudjuk, Attila név, mert ez is felmerül kérdésként, hogy Attila neve egyáltalán jelente valamit, mit jelent. Hát ki lehet találni egy másodperc alatt a hivatalos nyelvészeti vonalon, természetesen mi germán nyelvből vettük át, ahol, mert nekünk nem volt Attilára, tehát képzeljük el a hunok, vagyis a magyarok, teljesen legyenek a hunok. Létrehoznak egy világbirodalmat, és a vezetőjüket, amíg germán törzsek nem csatlakoznak hozzáig, addig nem tudja, hogy hogy hívják. És úgymond az atyácskából valamiféle derivátumként kezdi el. Tehát tényleg olyan dolgok, hogy na, ilyenkor mindig azt sikerül mondani, hogy gyalog-galop ehhez képest szomorú játék. De úgy, ahogy van, elejétől végig. Aki nem ismeri, nézze meg, és szomorkodjon. Tehát tényleg az, hogy hozzuk a hullákat, visszük a halottakat. Tehát csak ennyit tud kihámozni egy eszmerendszerből. Na de mi a magyar nyelvnek a lényege? Művelt nyelvez, könnyeden árad, jobb a tanításra. Na ez a lényeg. Fordításba a mesélésre. Most azért nem mindegy, én a mesélést nagyon szeretem, meg a népmese, meg mise, meg egyebek, de azért gondolom érzékeljük, hogy a fordítók néha igyekeznek úgy fordítani. Hát a képes krónikát valaki átellenőrzi, hogy hogy fordítanak nekünk dolgokat. Ha egy szónak van felfele mutató jelentése is, egy árnyalata meg lefele mutat, rendre hogy fordítanak nekünk. Csak úgy, hogy lefele. Csak úgy, hogy lefele. Tehát, hogy mondjuk lehet így is, hogy meghódította, és az hogy fordítja? Elpusztította. Hát ha meghódítja a szeretet másik valakit. Tehát azért van különbség a szavak között. Tehát jobb a tanítása, mint a görög, a héber, és mint a neves latin is, ezt tanúként bizonyítja sok észszerű indoklással több nyelvész, akinek nyelvetudása nyomós. És mi a lényege? Tényleg így van. De mivel nem nyelvi kérdéseket boncolgatunk, ez bizony alapvető ügy. Mondok egy nagyon egyszerű példázatot, mert az étel és ital ott van. Na igen ám, de Attila nevében, hát gondolom tudjuk magyar nyelven, az etele az egyik névváltozata. Attila nevében azért ember még nem volt, aki nyelvpörgetés útján próbálta az Attila név tartalmait kibontani, hogy az ételig, italig ne jutott volna el. Na most ott van az étel és ital az asztalon. Jézus rámutat a kenyérre, az ételre, és azt mondja, hogy ez az én testem. Rámutat az italra, a borra, és azt mondja, hogy ez az én vérem. És nem az a kérdés, hogy Jézus arámi nyelven beszélt vagy tanított, hanem az a kérdés, hogy az arámi nyelvben ennek van-e olyan jelentése, ami a magyar nyelvben abban a pillanatban jelentésé fog összeállni. Mert aztán, ha arámiból görögre, görögből latinra fordítják, egyik nyelvben sem jelenik meg ez a tartalom. Azt mondja a kenyérre, hogy a testem. Azt mondja a borra, hogy a vérem.
olvassuk össze a testet a vérrel. Ez maga a testvér. És ha még továbbiakban, ő maga az evangéliumban nem mondaná azt, hogy ti már nem az én szolgáim, hanem testvéreim és barátaim vagytok. Tehát ez már szájba rágás. De ez nem azt jelenti, hogy magyarul beszélt, félreértés ne essék. Becsüljük meg a nyelvünket, mert magyarul ennek van egy többlet jelentése. Tehát értem magyarul azt a csodát, amit nyelvi úton az arámi nyelv nem tud kifejezni. Magyar nyelvre átültetik, abban a pillanatban megvan. Ezért van az, hogy nagyon sokan elmondták már műfordítók, vagy amikor történetesen egyik nyelvről, mondjuk Shakespeare-t fordítanak magyarra, vagy a Mici Mackót, hogy érthető legyen. Hát melyik lesz jobb? Tehát ha tényleg olyan a fordítás, a magyar nyelv még magas irodalmi műnek, hogy magyarra lefordították, soha nem ártott, hanem olyan dolgok jöttek nyelvi úton elől, amit az eredeti író révén az eredeti nyelv sem fejezett ki. Amikor Martin Heidegger, egzisztencialista filozófus, egyszer megtudta, hogy a magyar nyelvben mondjuk milyen jelentésű szavak vannak, Martin Heidegger, 20. század egyik legnagyobb egzisztencialista filozófusa volt, azt mondta, hogy hát én egész végig ezen spekuláltam. Ezek meg csak így kimondják. Na most ezt jegyezzük meg. Nekünk nem kell megkerülni a világot, hogy a világról valamit tudjunk. Miért? Mert a világosság nálunk, virágosság a virágosság. Világ, és ha ezt mondom magyarul, világot látok, akkor az hát kicsit régebbi nyelvhasználatban, az azt jelenti, hogy ott fény van, világ, világ. Világ egyszerre jelenti a fényt is, meg a világot is. Hát gyorsan haladunk tovább, és örömmel jelentem, hogy fél úthoz érkeztünk. Viszont egy nagy kérdés az, hogy mit tudunk Attiláról mondani a történelmi mitikus szinten, a mondai hagyomány szintjén, mert barátaink is el szokták mondani nem egyszer, hogy Attila azért volt, mert a huntudatú népeket egyesítette. Na most a szép dolog, hogy a huntudatú népeket egyesíti, de mi végre? Hát minden birodalomban egyesülnek a népek, és érdekes módon, gondolom hallottuk, mert ez népszerű ma, meg fog bárkitől megkérdezzük azt, hogy Attila egyesítette, Genghis Khan is egyesítette. Mao Tse-tung meg kínai népet, nem beszélve az uniókról. Tehát kérdés, hogy mi végre. Na most a mi végre úgy tűnik, hogy tartsunk egy rövid szünetet? 8 perc. Egy 8 perces szünetet, technikai szünetet tartunk mi végre gyorsan. Na hát akkor folytatjuk, és megint tallózzunk, nehogy véletlenül valahol valamilyen létfontosságúnak tekintett idézet kimaradjon. Nagyon érdekes, hogy van egy olyan attilai hagyománykör, ahol Attila úgy jelenik meg, hogy közvetlen kapcsolatban a Teremtő Istennel, hát nem így kerül ez megfogalmazásra, de hogyha így összegyűjtjük azt, hogy a vélt vagy valós kortársak Attilát hogyan minősítették és érzékelték, akkor egy nagyon érdekes képzetkör jelenik meg. Tehát az, hogy Attila címei között ott van az, hogy Isten ostora és a világ pörője, tehát a Flagellum Dei és a Malleus Orbis, ez egy eléggé ismert ábrázolásokat ismerünk. Ennek nagyon sok hagyomány rétege lelhető fel. De mi a legfontosabb ebből a szempontból? Az, hogy ez az ostor, ez nem akárkinek az ostora, nem Isten ostora, tehát Flagellum Dei. És ha én keresem azt, hogy ez az ostor, ez mondjuk egy valláson belül hol jelentkezik használatban, tehát úgy, hogy működik, úgy, hogy használatra kerül, úgy, hogy van jelentése, akkor már a János Evangélium második fejezeténél tartunk. A kánai mennyegzőnél, ahol a vizet borrá változtatja Jézus, és még ugyanabban a fejezetben még történik valami. Bemegy a templomba. És a templomba
amit ő saját atya házának nevez, azt tapasztalja, olyanok vannak, mindenki odavaló a templomba, de milyen tevékenységet folytatnak egy templomba. Tehát kalmárság házává nem illik tenni egy templomot, galambárusok, pénzváltók. A galambnak azért van olyan jelentése is, hogy a galamb miért nem, de pont a kereszténységen belül a Szentlélek galamb képében száll re Jézusra, és a galamb az végig a mezopotámiai, vagy az emberi művelődés történet vonalán, ahol megjelenik, mindig egyfajta szeretetet megidéz. Nem azért, mert a galamb ilyen szerető típusú madár, ennek megvan a külön története, ez mindig Inanának, Istárnak, az esthajnal csillagnak volt a úgymond madara. Tehát amikor népdalokban galambom a galambom, akkor nem árt tudni, hogy direktben ez akár egy Szentlélek galamb is lehet nagyon magas szinten, tehát nem kell mindig a legalacsonyabb fokú szeretet megnyilvánulásokra gondolni, hanem egy erőteljes vénuszi hatás. Tehát új parancsolatot adok néktek, a Vénusz az a szeretetnek, szerelemnek, harmónia teremtésnek, többek közötti tulajdonságait felidézve a jelölője. Tehát galambárusok most egyszerűbben szeretetet piacra dobják, tehát árulják. Most érdekes módon itt, és pont a János evangéliumának elején járunk, tehát olyan módon, hogy tényleg a legelején, amikor még azt várná az ember, hogy jön egy nagy tanítás. Tehát olyan módon, hogy ő maga, mint Isten fia, szépen felvilágosítja ezeket a latrokat, hogy hát azért nem így kellene tevékenykedni. De egy nagy tanítás az, hogy tudomásul kell venni, hogy van egy olyan szint, ahol nem beszélni kell, hanem cselekedni. Ez a gyereknevelésre is vonatkozik. És ma már nagyon nehéz egy gyereket nevelni, mert hát nem is akarom magyarázni, hogy ennek milyen nehézségei lehetnek időnként. De kötélből ostort készít, és Isten fia ostorra szó szerint a templomot megtisztítja. Na most Attila címe többek között az volt, hogy Attila Isten kegyelméből Bendegúz fia, a nagy Nimród unokája, aki Engadiban nevelkedett. Most az Engadinak is megvan a maga jelentése, mindig próbálják úgymond egy helyen fellelni, mondjuk egy település névben, földrajzi névben, hogyan mutatkozik meg, de funkcionális jelentése mi az Engadinak? Ugyanaz, mint a Váradnak. Tehát végeredményben a Szent Lászlóra gondolunk, ő alapítja meg Váradot. Az onnantól kezdve létezik, mint Nagyvárad. Tehát ez vitathatatlan tétel. De van egy többlet jelentése. Ha magyarul azt mondjuk, hogy Várad, akkor az, hát közhelyszerű a felismerés, nem tőlem származik, de tovább folytatva. Ha azt a Váradot úgy alapítja Szent László, hogy a Szűzmária székhelyévé teszi, akkor ki a te Várad, Szent László szerint? Hol van a te Várad? Hát Szűzmária. Szűzmária Magyarország királynője, tehát Várad magyar nyelven azt is jelenti, hogy a te Várad. Tetszik, nem tetszik. Ugyanakkor pedig Engadi, hát bárki, aki már íjászattal foglalkozott, vagy bármivel, keleti hadművészeti utakon jártas. Nem a megfeszülés a nehéz, hanem mondjuk az íjat nem megfeszi, bár az se könnyű, hanem hát hol dől el, hogy én célba találok, vagy nem találok? Az engedés pillanatában. Onnan lehet tudni, hogy valakinek életében először van kezében reflexi, hogy lehet látni, hogy ilyen hatalmas kötések vannak. Mert a visszacsapódó, villám gyorsan visszacsapódó húr, az általában még úgy utoléri az embernek a lassan visszavett ujjait is. Aztán van még egy ugyanennél a témakörnél, hogy amit mi röptetésnek nevezünk, ami teljes joggal úgy van, az azt jelenti, hogy engedem, tehát elengedem. És amit elengedtem, mondjuk a solymászat vonatkozásában, az fog visszatérni hozzám. És ez nagyon fontos, hogy Attila Engadiban nevelkedik, mert nyilván mindent tud, mindent elsajátít, amit tanulás útján megszerezhető,
De a legfontosabb, pont a keleti hagyományok szerint, ha én görcsös elképzelésekkel meg akarom magyarázni, hogy mi az út, taoizmusra gondoljunk, akkor a tao nem tao, hanem el kell engedni a saját beidegződéseimet. Minden meditációnak, minden íj és nyíl ösvényére gondoljunk, ami a zen buddhizmusban meditációs út, ami azt jelenti, hogy csukott szemmel is el fogja találni a céltáblát. Mindenhogy el fogja találni a céltáblát. És mondjuk egy lovasíjásznak nagyon kell tudni azt, hogy vágtató ló hátáról, ha éppen előre vagy visszafele, de a pártus lövésre, a magyar íjászatra az a jellemző, hogy vágtató ló hátán ülve visszafelé, fordulva lövi ki a nyílvesszőt. És mikor kell elengedni a nyílvesszőt? Hát a ló ritmusának megfelelően, amikor szó szerint szinte egyik lába se éri a földet. Mert ha éppen valamelyik, hát az egy zökkenő, az nem fog találni. Tehát itt nagyon sok minden engadiban nevelkedett. Tehát ez azt jelenti, hogy ez egy hivatás, ez egy hagyomány, ez egy beavatási út, ez egy tényleg, amit lehet mondani, amit tanulni lehet, de engedni kell. És nem akárkinek. Nyilván nem az első szószátyárnak, meg az első akarnoknak, hanem mindig a felülről érkező, az Úr irányából érkező figyelmeztetéseknek, biztatásoknak kell engedni. És ezért, ha valaki így lesz király, hát akkor az már önmagában egy nagyon magas szint. Na de igen, a szövegek elmondják, hogy Isten gondolata, nincs tévedés. Attila, mint Isten gondolata. Aztán Isten szolgája, Isten kardja, egész mindenség fejedelme, hát az Isten kardjáról amúgy is hallottunk. Na most az, hogy viszont hogy jelennek meg ezek szövegekben, ezzel majd meg fogunk egyébként ismerkedni, de előtte a Hősök könyvéből Ecel udvar tartása a középkori német hősének. Tehát Acil, Ecil, Icil, Etel, tehát aki összeszámolja az Attila név leírásában, egy tengerre fog találni. Tehát kiejtésnek, változatoknak megfelelően. Hát nyilván talán a legajánlottabb, hogyha valakinek gondot okoz, hogy kell írni Attila nevét, ahogy ejtjük, úgy írjuk. Tehát valószínűleg ez a germánosnak számító két T egy L-lel, hogy hivatalosan sokáig írni kellett Attila nevét, nem lehet kimondani úgy. Próbálja meg valaki kimondani. De örömmel jelzem, hogy egy olyan, hát már jó pár éve, lehet az 10 év is, gyakorlatilag hivatalosan engedélyezett az egy T-két L használat. Tehát semmi akadálya nincsen, hogy valaki tényleg itteni szabályoknak megfelelően írja le Attila nevét. Na nézzük ezt a német hőséneket. Volt egykor Magyarországban egy nagy hírű király. Gondolom érzékeljük, van kérdés, hol volt? Magyarországban. Egy nagy hírű király, kit Attilának hívtak, soha párját nem fogjuk találni. Gazdagságban és bőkezőségben senki soha vele nem mérkőzhetik. 12 koronás király hódolt neki, 12 herceg, 30 gróf, lovagok, apródok, fegyveresek szám nélkül. Ez a király emberséges és igazságos volt, soha párját nem fogjuk találni. Megint milyen minőségében jelenik meg Attila? Emberségében jelenik meg. Az emberségnek a legmagasabb szintjén. És német hősének Ecel udvartartása még csak véletlenül se a vérgőzős hadjáratok, hadierények sikere, hanem valami egészen más. Tényleg egy ilyen atyai jóságos szerepkörben mutatkozik meg. És akkor nézzük nagyon gyorsan, utolsó felvonás veszi kezdetét, mert említettem, hogy az, hogy Attila ekkora nyomot hagyott a világtörténelemben, nyilván nem véletlen.
Az, hogy összefogta a népeket, nyilván nem véletlen, de azzal ne elégedjen meg senki, hogy hát összegyűjtötte, összefogta. Igen, a lovasnomád népeket ki lehet mutatni a világ történelemben. Mindig jön egy olyan nagyformátumú uralkodó, aki a Csendes-óceán partjától a Kárpát-medencéig össze fogja fogni ezeket a népeket. Na de ezek közül, az uralkodók közül, hát kiragyogva kimagaslik Attila király. Tehát miért? A példa nagyon egyszerű, és majd látjuk a szövegekből. Tehát nem az a lényeg, el szokták mondani, hogy a lovas nomád birodalmak aztán hogy széthullanak. Nem széthullanak, ez tipikus indoeurópai látásmód, hanem mindenki hazamegy. És amit megtanult, a saját népe körében viszi tovább. Nem kell utána még 200 évig együtt lennünk olyan módon, hanem mindenki egy adott időszakban tulajdonképpen megkapta évszázadokra azt az útmutatást, akkor majd megint jön valaki, hogy na, kicsit szétszórottunk, újra összegezzünk, újra tudjuk meg, hogy mit tudunk, kik vagyunk, mi a feladatunk. Na most nézzük Attilát, ami azért figyelemre méltó, mert mégiscsak annak a világ hónapnak inkább az első évszázadaiba vagyunk, mint mondjuk az utolsóban. Tehát a halak világ hónap, amelyen belül most 2023-at írunk, Jézus születésével kezdődött. Attillát a 401-es esztendőben koronázzák, képes krónika szerint Magyarország királyává, tehát életének eseményei tulajdonképpen ugyan dokumentáltan, persze ahány könyv vagy ahány verzió, annyi évszám, de tulajdonképpen ez a 400-tól 453-ig fél évszázados időszak, ez úgy rendre tényleg megadja Attila király történelmi tetteinek a dátumait is. Tehát ezt úgy hellyel közzel tényleg el lehet fogadni. De ez azt jelenti, hogy a halak világ hónapnak tulajdonképpen az első dekanátusában vagyunk. Egy dekanátus a halak világ hónapban 720 évig tart, tehát Jézus születésétől 720 évig a halak világ hónapnak az úgynevezett következő vizes jegy, ilyenkor mindig így számol, de precesszióban megyünk, az állatövön belül ez a skorpió lesz. Tehát ez mit jelent? Az első 720 évet egy másik vizes jegy tulajdonságai színezik át, skorpió. A skorpióra meg nagyon sok minden jellemző, de hogy békés lenne, és nyugodt, és türelmes, az nem. Tehát hatalmas erők mozgósulnak, harcok, forrong minden, római birodalom összedől, népek, hadjáratok, tehát egy harciasság jellemző. Skorpióban a Mars van otthon. Na most itt válik izgalmassá a dolog, ilyen szinten, és ez még nem is a legmagasabb szint. Hát Attila minden jel szerint, amikor világot megy hódítani, akkor hiába tudjuk, hogy saját magára vonatkoztatva, mindig úgy jelenik meg, hogy ő Isten ostora. Tehát világ pörője, Isten ostora. Tehát Isten kardjával magát soha nem azonosították. Néha valakik, hogy te Isten kardja vagy. De úgy személyességen, tehát ha keresünk jelzőket, amelyek úgy szívhez szólnak és belőle fakadnak, Isten ostora és a Malleus Orbis, és ez például csillagászati atlaszokban is ábrázolásra kerül, éppen az ikrek csillagképének, iker figuráinak kezében, ezt is publikálja Pap Gábor nem egy könyvében, tulajdonképpen felismerhetjük azokat a jellemzékeket, amelyeket Attila idejében Attilára vonatkoztatva, sőt ő saját magára mindig hangsúlyoz. Tehát adva van az ikrek csillagkép, ezt leginkább a görög mitológia vonatkozásában Kasztorral, Pollux-szal azonosítják. De lehet mással is. Például, ha tudjuk, hogy a tejút túloldalán a nyilas csillagkép van, akkor már ott vagyunk egy mondai eredett történetnek a kezdetén. Miért? Nagy vadász vala az Úr előtt. Ő volt a világ első királya, és van neki két daliás szép fia. És szemünk láttára a csillagos égbolton, ha ilyen úton, módon tájékozódunk, gyakorlatilag a tejútnak a legsűrűbb vonulata rajzolódik ki, ahol
Hát a nyilas az a tejút központja felé, a teremtő erő, generatív erők felé teremt közvetlen kapcsolatot, tehát a tejút rendszer központjából éltető kozmikus energia, ami kisvilágunkban tetszik, nem tetszik, a nyilas csillagkép irányából érkezik. Túróci János is leírja, Túróci János is, Mátyás idején vagyunk. Hogy ismert tétel, hogy a magyar népet minden időben, most mundán asztrológiai világsorsával foglalkozó hagyományról van szó, mindig a nyilas csillagképpel azonosították. Ez azt jelenti, hogy teremtő jellegű, energiák képviselője. Tehát nem beoszt, nem feloszt, nem raktároz, nem is a megőrzés a fő feladata, hanem a létrehozás, megteremtés. Aztán ki mit tud vele kezdeni, és ez lehet szó szerint egy ki mit tud. A nyilas szellemiségnek az ikrek lesz a testisége, tehát Nimród a testiség szintjén kikbe fog testet ölteni a fiaiba, Hunorban és Magyarban. Na itt jelenik meg az ostor és a bunkó, vagy ütőszerszám, vagy buzogány, ez a Malleus Orbis, a világnak a pörője. És ne felejtsük el, Attila a nagy Nimród unokája. Tehát pusztán a cím használatban már gyakorlatilag egy kozmogóniai modell és egy népszületési kozmikus szinthez tudunk eljutni. De a kard az nyilvánvaló módon a Marshoz tartozik, és tényleg ő Isten kardja is. Aztán megyünk a következő világhónapba, 720-tól 1440-ig. És egyszer csak ennek a 2160 éves világhónapnak a kellős közepén, tehát az ő uralkodása 1080-as év, mondjuk, nem akkor kezdte, de van egy olyan, hát 1080 meg 1080, az 2160, legalábbis ha jól sikerült ezt kiszámolni. Kellős közepén kijelenik meg. Na most ezt a 720 évnyi egységet 1440-ig rák tulajdonságok színezik át, a rákban a hold van oralomban. Na most ez a király nem kardot tart a kezébe templomi festményeken, miniatúrákon, szobrokon, hanem bárdot. A bárd melyik égitestnek a formai megidézője kép? A holdnak teljesen egyértelmű. Szent László névünnepe mikor van? Június 27-e, nyári napforduló, rák havának az elején. És hát itt válik izgalmassá, hogy 1440-től 2160-ig tulajdonképpen mi lesz. Az üzenet, ez egyelőre legyen házi feladat. De, tehát mindazok ellenére, hogy ennyire, hogy úgy mondjam, minden szinten egy eszköz használatnak kozmikus vonatkozásait tettel lehet érni, mégis azt kell mondani meglepetésünkre, hogy nem az az Attila kép jelenik meg, bár nyilván sok helyen az, de meglepő módon leginkább az az Attilaság jelenik meg, amely egy felsőbb rendű minőséggel van állandó kapcsolatban. Tehát az, hogy említettem, hogy Isten gondolata, Isten ostora, Isten szolgája. Na most ez az Isten szolgája is elképesztő ügyként jelenik meg. Miért? Mert Troá püspöke lupus. Na most hogy lehet az, hogy egy római keresztény püspök találkozik Attilával, Troá püspökeként, és megnyitja a városkapukat, és a kegyes szöveg szerint párbeszéd úgy kezdődik, hogy megkérdezi Lupus püspök, hogy te ki vagy. És akkor mondja Attila, hogy hát én Isten ostora vagyok. És mit mond erre Lupus püspök? Hát ha te vagy Isten ostora, akkor én az én uram ostorának nyilvánvaló módon megnyitom az ajtót és a kaput. És hát ha te Isten ostora vagy, akkor te Isten szolgája vagy. Na most ezt miért hangsúlyozom? Mert római katolikus legendáriumokból való azonosítás. Tehát egy újabb állomáshoz érkeztünk, hogy hogy lehetséges az, hogy Attila nem csak a kereszténység üldözőjeként jelenik meg, mert leginkább Franciaország területén lévő legendák szeretik úgy fel megmutatni Attilát, hogy ölt, gyilkolt, pusztított, hanem egyszer csak észreveszünk, hogy nem hogy üldözi, hanem barátságban van, támogatja és elismerik. És Szent Lupus püspök. Tehát ez mit jelent? Szentté lett avatva.
Na most nekem egy szenté avatott püspöknek a nyilatkozata egyel nyomósabb érv bármilyen szempontból, mint egy ilyen össze-vissza lejárató beszéd bármelyik területén a megnyilatkozásoknak. Na most nézzük Olá Miklós esztergomi érseket, Attila című munkája, és látni fogjuk, legalább 1000 éven keresztül Attiláról úgy nyilatkoznak, ahogy nem is gondolnánk, hogy nyilatkoznak. Mert ez a Nibelung is, és az Ezzel udvar tartásából vett szöveg is gyakorlatilag ebbe az 1000 évbe tartozik. Bele Attila korától mondjuk az 1500-as évek második feléig. Tehát mi volt Attila feladata? Tehát miért fogja össze a népeket? Milyen példát tud mutatni? És hát ilyen mondatokkal találkozunk. A föld különböző vidékeiről nap mint nap rengeteg király és népsereg lett hozzá részint nevének, bátorságának és harcmezőn szerzett dicsőségének szinte, már az egész világot betöltő híre miatt. Tehát fordította a helyzet, őt keresik, ha nem tűnt volna fel. Van, amikor kihirdeti, hogy gyertek hozzám, de az alaphelyzet az micsoda? A világ legtávolabbi részéről is sereglenek hozzá. Tehát mit jelent? Nem félnek tőle, hanem valami nagyon jót látnak. És úgy tűnik, hogy a világban hosszú távlatra egy veszélyes, hogy úgy mondjam, kozmikus érában, ami a világ halakvilág hónapra jellemző, itt meg lehet halni, hát a nevi halak. Tehát itt a legnagyobb kérdés az, hogy a halálból van-e feltámadás. Sok nagy kérdés van. De óriási veszélyeket rejt ez a világhónap. Most a végén éppen elég jól lehet sajnos tapasztalni. Tehát világ vége előrejelzéseket mindig ennek a világhónapnak a végére jeleztek évezredek óta. De nem ezt akarom én hangsúlyozni, hanem az, hogy hogy lehet utat mutatni. Mert rendben van, hogy van útmutatás, de közben van egy hétköznap, országok vannak, népek vannak, felfogások vannak, történelem van. Hogy lehet emberhez méltó módon? Úgy, hogy hadak vannak, hadjáratok vannak. Azért ne felejtsük el, a föld az nem a mennyeknek az országa. A föld az a föld. A földön jön velem szembe egy tigris, én hiába hirdetem neki tábori szerpapként az igét, vagy meghallgatja, vagy nem. Csodák mindig vannak, de 1000 ilyen találkozásra mondjuk, ha egy csoda esik, akkor boldogok lehetünk. Tehát az általánosság az, hogy itt küzdés is van a Földön. Mondottam, ember küzdés, mizva bizza. Tehát egész világot betöltő híre, hogy az idegenek lelkét magához vonzza, szívesen fogadta, és nagylelkű ajándékokkal halmozta el ezeket. Gepidák, keleti gótok, osztrogótok, mindenféle népek. Katonai erényekkel jeleskedő Markoman, Sév, Kvád, Herul, Türing, Rúgnép önként alávetette magát Attila király uralmának és szövetségének. Tehát gondoljuk végig, mire ez a hatalmas népek egyesítése? És minden történész elmondja, aki foglalkozott ezzel a kérdéssel, és nyilván azt kell mondani, nem fogjuk elhinni, a újkori Európa, történelmi Európa alapjait ki alapozta meg? Egyetlen egy király neve, Nagy Károly, ne is beszéljünk erről. Attila volt az. Attila ugyanis a rómaiak által össze-vissza telepített népeket, tehát itt jön a nagy tudomány. Római birodalom az hogy működött? Egyik népet egyik helyről a másikra telepítette. Jött Attila legyűrni a római birodalmat, hogy minden nép a saját szülőföldjére kerüljön vissza. Ma is nagy tanács ez, és sokan csodálkoznának Európa népei közül, hogy éppen hol találják magukat. No, olvasom tovább. Számos győzelemmel megerősödve királyok és népek fölötti uralommal tekintélyesen úgy vélte, hogy nem kerülne nagy fáradtságba egész nyugatot háborúban meghódítania, hogy egyrészt gazdagságának megmutatásával, másrészt nagy lelkűséggel, jó téteményekkel. Tehát Attila nem azért háborúzik, hogy raboljon, hanem köszöni szépen gazdag. Tehát felmutatja, nézzétek meg, hogy milyen gazdag vagyok. Dúskálok a vagyomba.
Tehát nem azért megyek, hogy tőletek elvegyek valamit, hanem azért, mert szétzüllött ez az európai kontinens. És a római észjárás, az gyakorlatilag majd látni fogjuk, hát nem véletlen, hogy az Európai Unióba küszködni kell mindig úgymond keresztény Európáért, mert akik az Európai Uniónak ezt a vadhajtását képviselik, azok csak görög-római alapokról hajlandók tárgyalni. Görög-római világ pedig nem a kultúra bölcsője, hanem a koporsója. Na most ezt nyilván nem fogom én részletezni, kifejteni, mindenkinek a szívügye, hogy átgondolja, huszadrangú kérdés, hogy ki vélekedik, tényleg érdemes végig gondolni. Nyilván, hogyha vannak klasszikus jó érvek, akkor az ember a érvek előtt meghajol, de mivel széltében, hosszában, ha valaki jár a világban, találkozik régi ókori kultúrával, ókori népek kiket tartottak barbároknak, kegyetleneknek, zsarnokoknak, horribile dictu ki kell mondani, bunkónak. A görögöt meg a rómait, pont. Na most ezeket emelik piedesztálra. Tehát akik megszenvedtették az ókori kultúrákat, zsarnok, hódítás, leigázás, saját elképzelések, ideológiák, exportáljuk a demokráciát, hát érdekes módon mindegyik nép magát ősibbnek tartotta, mint a görög vagy a római. A hetita, a babiloni, az egyiptomi, hát ezek nem vita téma. Tehát nagy lelkűséggel és jó téteményekkel, tehát szó nincs zsarnoki hódításról, hanem egy gyönyörű életpélda felmutatásáról, jegyezzétek meg, hogy aki nektek jót akart, és akit a világ sajtó nem támogat, nem hirdeti naponta, de mondaná Attila, de emlékezzetek, hogy én milyen voltam hozzátok. És ha van uralkodó, és ezt a nyomot használja, hogy ebbe a nyomba lépjen, őt is szeretni fogják. És akkor már nem kell Attilára hivatkozni. Az út meg lett mutatva. Csak az a helyzet, hogy a magyar királyokat leszámítva, hát a második Attila kinek volt az állandóan visszatérő azonosítása, megnevezése, Mátyás király. Tehát nem nagyon követték aztán a magasztos jó példát. Nagy lelkűséggel, jó téteményekkel, bőkezőségéhez magához köti azokat is, akik még nem voltak csodálói. Kitűzött egy napot, amelyen nem csak az alattvalók jöttek hozzá, hanem hit és biztonság alatt más idegenek is, akiknek erre kedvük támad. Tehát nem kényszer, akinek kedve van, jöjjön. Aki ember akar lenni az embertelenség óceánjában. Aztán hogy folytatódik? Ennek lett következménye, hogy távoli népek közül sok halandó önként odautazott. Attila jó indulatán felbuzdulva magától jött el hozzá kormánya alatt álló Germánia több fejedelmével együtt, Veronai Detrik, ezeket Attila nagy emberséggel, jó indulattal fogadta, és drága ajándékokkal halmozta el. Tehát figyeljük oda, hogy hogyan jellemzik ezek a szövegek, vagy ezer éven keresztül Attilát. Nagy emberség, nagy lelkűség, jó akarat, jó indulat, barátság, dicsőség, igazságosság, és hát a világ végéről is áradtak hozzá a különböző nyelvű népek, akiknek az anyanyelvét különféle rendeletekkel, nyelvhasználatát nem tiltotta be például. Tehát Képes krónika 1358 Nagy Lajos király idejében. Megvetendőnek tartotta, hogy ládában őrizze a pénzét. Ismerős a helyzet? És képzeljük el a világbank egyszer csak, vagy ezek a háborús eszközöket gyártó multinacionális cégek, gondolom tudjuk, amit a háborúra csak Európai Unió jelen pillanatban kifizetett, a földön lévő nyomort szinte mindenhol fel lehetett volna már ebből számolni. Nem beszélve Afrikában az éhezők, ivóvizek, sőt, a konfliktust is tőlünk keletre a két ország között már régeség meg lehetett volna oldani. De nem ez a cél. És ez már sajnos annyira látható, hogy aki nem látja, hát az majd meglátja. Tehát megvetendőnek tartotta, hogy ládában őrizze pincét. Merészségben mértéket tartott, a harcban leleményes, körültekintő volt. Elhatározásában nagylelkű, fegyvere fényesített, sátraholmia tiszta volt.
tisztaság. Bőkezűsége és közvetlensége miatt szerették a külső nemzetek. Szigorú természete miatt pedig az övéi csodálatosképpen féltek tőle. A földkerekség végéről is özönlöttek hozzá különböző nyelvű nemzetek, megint csak a nyelvkérdés. Ezeket tőle telhetően bőkezűséggel árasztotta el. Sátrait különböző országok módja szerint szokta elkészíteni, az egyik oly nevezetes csodálatos volt, hogy csodálatos módon aranylemezekből állította össze, ezt tetszés szerint széthezhetette és ismét összerakatta. Most ezek azért nyilván kozmikus tulajdonságoknak is megfelelnek, tehát szétszedi, összerakja. Tehát oda-vissza való legmagasabb szintű fény áramlási tevékenység. Aztán most jön egy nagyon egyszerű tétel. Amikor hadba indult, istállója telve volt mindenféle országok beli lóval. Tehát a ló az a teremtő erőnek a képviselője. Tehát mit hoz be Attila a világba? A teremtő erőt. A lóerőt mondhatnánk, de a legmagasabb szintű élő minőség. Le kell gondolni. Mindenféle országok beli lóval. Igen szerette ezeket, de könnyen el is ajándékozta, ha valakinek ló kellett. Úgy, hogy olykor lovaglással magának is alig maradt egy-kettő. Hát ezt gondolom nem lehet elhinni. Hogy megyünk hadjáratba, és éppen nincs lovam, mert éppen elajándékoztam. De ez a nagy lelkűség, ez a túláradó nagy lelkűség. És minden irányból, minden forrás ezt erősíti. Tehát nem zsugoriság, nem őrzi, nem mástól veszi el. Könyörgöm, ő a gazdag, és azért jön, hogy másokat is gazdaggá tegyen, ha csak ilyen fogalmakban tudunk gondolkodni. Aztán, most már tényleg nagyon meggyorsítom, Szent Lupus Trójának püspöke. Ezt már idéztem. Mely halandó akadályozhatná meg az én Istenem ostorát? Jöjj te át Istennek ostora, bárhova mégy neked, mint Isten szolgájának, rendelkezésedre állok. Na most ez elképesztő. Tehát, mintha az az Attila, amit hivatalosan kialakítanak és terjesztenek rémképet, hát nyilván nem eredeti és azonos az igazi, valódi történelmi Attilával. És akkor most a galliai remete, Attila éppen a katalonömi ütközetbe megy, kicsit dagályos lesz a szöveg. De figyeljünk fel, hogy ez a remete római katolikus remete. Találkozik Attilával. És milyen, hogy úgy mondjam, minőséget helyez piedesztára Attila személyében. Hát most megelőlegezem, keresd az igazságot. Viszont ki a szól justíciai igazság napja? Hát az maga a világ világossága. És ki volt az a második Attila, akinek egyetlen egy jelzőjét szokták használni mindenhol Európában? Mátyás az igazságos. Tehát itt az igazság a döntő. És ahogy Mátyás király személye leválaszthatatlan erről a mitikus, nagyságrendű, kozmikus üctörténeti igazságról, aztán jöhet a történész és mondhatja, hogy nem is volt jó király, nem is volt nagy király, ezeket ismerjük. Na nézzük Attilát ebből a szempontból. Királyok leghatalmasabbja, tehát ezt a galliai remete mondja neki. Tehát Attilát úgy szólítja meg, királyok leghatalmasabbja. Tehát nem Róma, Bizáncnak vagy Rómának az ura a leghatalmasabb uralkodó, hanem Attila. Ezt a népet, amely az igazságtól és az igaz vallástól a vallástalanságra hanyatlott. Na most milyen népet? Ezt a nyugat-európai keresztény népet. Ezek nagyon kemény szavak lesznek innentől kezdve. Hát a mai Európára most úgy figyeljük a szöveget, hogy egy az egybe tulajdonképpen a mai helyzetre ráillik, vagy nem illik rá. Lényegi szempontokat figyelme sajnos ráillik. Tehát csak nincs egy Attila most, aki rendbe tenni a dolgokat. Tehát a vallástól a vallástalanságra hanyatlott, amelyet irigy nagyra vágyás, gők, tisztességtelen hatalomvágy tüzel, amely mint belső háborúskodásra, amely a józanészt félrelökve, a gyönyört és testi élvezeteket hajhássza, éhes kapzsi nyereségre, multinacionális világcégek, tehát éhes kapzsi nyereségre, megveti a derék embereket, tehát embertelenség, megveti a derék embereket,
Jobban örvendezik a hízelgőknek, a fejedelmek és országok eme kétségkívül veszedelmes kártevőinek és más fülbe suttogóknak, hát most kiegészítve fülbe suttogóknak, akkor nem úgy nevezték, hogy tömegkommunikáció, hanem voltak ilyen más megfogalmazások, hazugság, álhír, viszálykeltés, tehát a napi sajtó és a média mai fogalmak szerint, mint az igazságnak, és a tisztességes szándéknak, amely más gazságokkal is fertőztetett, minden istentelenségre kész. Ezt a népet, tehát nincsen tévedés, a galliai keresztény, római katolikus remete mondja, hogy ezt a beteg nyugat-európai népet egyedül Attila tudja ebből a betegségből kigyógyítani, és majd így bocsátja Attilát a katalonumi csatamezőre. Tehát a te ösztökéleseddel visszavezesse az alázatosságra, az igazságra, tehát ha Attila király nem lenne alázatos, nem lenne igazságos, akkor hogy tudná a római birodalom hanyatló, szétbomló népeit arra az útra visszavezetni, amiről ő még csak hírből sem hallott. Megint megy a továbbolvasás. Önmérsékletre, igazságosságra, könyörületességre, békére, álhatatosságra, a szegények iránti nagylelkűségre, a jók megbecsülésére, az igazság meghallgatására, jogos igényekre és más erényekre, az ő igaz vallására, gondolom érzik, hogy már annyira dagályos, hogy az ember nem tudja olvasni. De Attiláról csak így tud nyilatkozni, így tud beszélni, hogy te az igazságosság gyermeke vagy. Akkor, ha te vagy Isten ostora, akkor tessék. Most a népeket meg kell tanítani, rá kell vezetni a visszavezető útra. Tehát a hatalom és birodalom mindaddig a tiéd marad, még Isten neked rendelte azt, hogy népét, tehát ez nem Attila népe, hanem keresztény népek Nyugat-Európában, az ösztökéléseddel észhez térítse. Te magad és ebben biztos lehetsz, Isten gondolata vagy. Szándékod és erőd mit sem ér Isten akarata nélkül, mert minden nem csak földi, hanem égi is. Az ő tetszésétől függ, amint gondolom, és ez a lényeg, amit most mond, ezt megfigyelted a csillagok és égboltnak a csillagászati jeleiből. És hát sajnálom, hogy pont a végére jut a felolvasó est, vagy délután, vagy ilyen alkalom, nem túl irodalmi szintű módon, de megyünk szépen tovább, csak hogy érezzük, hogy van egy nagyon masszív hagyománykör, ami teljes egészében kiesik a hétköznapi tájékozódás menetéből. Tehát a szabadság kérdése Priscos Rétortól, és Bonfini idézet következik. Priscos Rétor és Bonfini között körülbelül 1000 év van. Tehát, hogy érezzük, hogy 1000 éven keresztül ugyanúgy fogalmaznak szinte mindenhogy. Ha az igazságot akarják mondani. Állandó, tehát miről szól a történet? Ez Gárdonyi Gézának a Láthatatlan ember regényébe is szerepel, amikor ott Zéta találkozik, meg mások is találkoznak egy görög fogójjal. Vagy éppen a kelet- vagy nyugat-római birodalomból fogolyként oda került szolgával, vagy ha úgy tetszik, rabszolgával. És ez Priscos Rétor, aki követségben jár Attila királynál, tehát ez az ő feljegyzéséből van, mindjárt mondom. Tehát Priscos Rétor töredékei követségben Attila hunok nagy királya udvarában. Az más kérdés, hogy Priscos Attila, Rétor Attilát nem hunnak, hanem szkítának nevezi következetesen, de ez ugyanaz fogja jelenteni. Állandó vendég Önegészios asztalánál, mármint ez a úgymond római birodalomból oda került rabszolga. Tehát ezt ő maga mondja el, hogy most úgymond állandó vendég vagyok Önegészios. Önegészios pedig Attilának egyfajta, hogy mondjam, nádori rangú, rangot viselő jobbágya volt, vagy főembere volt. Állandó vendég Önegészios asztalánál s jelenlegi életét jobbnak tartja az előbbinél. A szkítaföld lakói ugyanis háború után nyugalomban élnek, amennyiben mindenki élvezi a vagyonát, és nem csak mértékben van egymást, nem, vagy csak kismértékben van egymás terhére. Ellenben a rómaiak között lakók egy háborúban könnyen tönkre mennek, mert másoktól várják a megmenekülésüket. Gondolom ismerős a mai helyzetben is.
mivel zsarnokaik nem engedik meg, hogy mindenki a védelem ügyében maga útján járjon el. Azokra nézve pedig, akik viselhetnek fegyvert, a hadvezérek alkalmatlansága miatt kerülnek veszedelembe, mivel ezek egyáltalán nem tudják megállni helyüket a háborúban. Békében pedig még keservesebb az életük folyása, mint a háborúban, hiszen az adók magasak, és sok a visszaélés. A törvény nem áll mindenki felett, hanem most megállok egy pillanatra, hogy oldjam ezt a drámai feszültséget, de gondolom érzékeljük, mennyire aktuális az ügy. Tehát ez nem 1000 évvel ezelőtti problémakör, hogy milyen gazdasági, politikai, társadalmi berendezkedés van érvényben. Tehát hiába van béke, ha éppen megnyomorítják az emberek életét. Tehát, hiszen az adók magasak, sok a visszaélés. A törvény nem áll mindenki felett, hanem a bűnös, a gazdagok közül, ha a bűnös gazdagok közül való, megtörténik, hogy nem lakul a gazságáért. Ha viszont szegény és nem tudja ügyét védelmezni, el kell szenvedje a törvény által kiszabott büntetést. Ha ugyan még az ítélet hozatal előtt meg nem hal, mert a per lefolytatásához sok idő kell és sok pénz. Ami az egészben a legkeservesebb, csak pénzért nyerhetni igazságot. Mert a sértetnek csak akkor szolgáltatnak igazságot, ha pénzt ad a bírónak és segédeinek. Na ez a római birodalom. Azt hiszik a rómaiak, hogy engem rá tudnak venni kérésükkel arra, hogy uramat elhagyjam, és elfeledkezzem Szkíta neveltetésemről, és ne becsüljem többre Attila mellett a szolgaságot, mint a római birodalomban nyerhető gazdagságot. Tehát mit mond? Inkább Attila országába vagyok szolga és szegény, mint a római birodalomban gazdag. És végül Bonfinitól egy idézet. A római nép már eleget uraskodott, tehát ez a katalánum ütközet előtt Attila király szózata a népéhez. A római nép már eleget uraskodott, eleget csúfolta a világ összes nemzetét. Elég sokáig ült az emberiség nyakán, és ha Szkítia a nemzetek termékeny bölcsője, vissza nem veti e szegény világ még mindig hatalmaskodó zsarnokság alatt szenved. Keleten, ami nemes sarjadékunk, a pártus fékezte meg először dühét és merészségét. Hát ez a Carrhae-i híres csata, ahol gyakorlatilag tönkreverték a pártusok római birodalmat, és azért mondta Augustus Cézár többek között, hogy az Eufrateszt római császár ne lépj át, mert ha átlépi, nem biztos, hogy vissza is tud kelni azon a úton. Törjétek le fegyverektekkel a szolgaság igáját a népek nyakáról, szabadítsátok fel az elnyomott világot, keressétek a dicsőséget és a halhatatlanságot, megemlékezve a szkíták virtusáról is. Na, már ígérem, ez az utolsó lesz, mert már én is úgy vagyok vele, hogy álmomban nem gondoltam volna, hogy ekkora tehertétel lesz néhány oldalt felolvasni. Tehát Nibelung, német hősének, ez meg úgy Géza fejedelem koránban fogalmazódik meg. Tehát megint nem magyar forrás. Etel király uralma oly messzire terjedt, hogy az egész világon legjobb vitézeket ő gazdag udvarában látták sok más előtt, pogányt úgy, mint keresztényt. Ez most mind véle jött. Körüle udvarában példátlan egyebütt. Na most nagyon lényeges, példátlan egyebütt. Tehát mi lesz, ami példátlan? Hogy Jézus születése után 10. évszázadban fogalmazott Nibelungok szerint, körüle udvarában példátlan egyebütt keresztény hit pogányság mi jól megfért együtt. Mindenki azt követte, mit hite kívánt, mert a király kegyelme mindeneknek egyaránt. Na, megyünk át megint a vallásnak a szintjére, amivel kezdődött. Tehát emlékezzünk a vatikáni fogadótermek egyik termében, Raffaello Szenti Attila Róma falai alatt. Na most ilyet csak akkor festenek, hogyha egy római vallási irányzat legitimációját ahhoz az eseményhez lehet kötni. És mindenki tudja, hogy addig, ez tényleg így van egyébként, csak a kegyes hagyomány az első római püspökre is a pápai méltóságot visszavetíti, de hivatalosan csak az 5.-6. században születik meg Róma elsőbsége, a többi ősegyház fölött, püspökség fölött, például az antiókiai vagy az alexandriai fölött. Tehát ez mit jelent? Attila korában vagyunk.
Tehát az, hogy egy ilyen keresztény Európa létrejött, most ne a rossz világát nézzük, hanem a nagy reménységet, hogy mi történhetne itt, hogyha minden jól megy az úton. És mindegyiknek megvan a maga szerepe, római pápa, Szent Péter földi helytartója, Magyarország viszont Szűz Mária országa, és Magyarország királynak pedig Szűz Mária. És végül is itt megint egy hierarchikus különbségtétel figyelhető meg. De megyek szépen tovább a megkezdett úton. Etele kézen fogta hős vendégeket, főhelyre maga mellé körülültette le. Kupákat hoztak akkor bor és méserrel tele, megerjedt kancatejjel, aranycsészéket sokat. A hun jó házigazda. Oly szíves házigazdát nem látott senki még, vendégnek enni-inni volt több is, mint elég. Szemszája, amit kívánhat, abban nem volt hiány, nagy hírű daliákat meg kell becsülni ám. Nagy tágas palotában lakott a dús Etel, költséggel, munkával magasra építe fel. Megrakta sok toronnyal, terme számtalan, közepe tágtermében nagy vigadója van. Töménytelen vendégre számítva épített, fogadni benne sokszor egy egész nemzetet. Na ez az ősi Budavára. Tehát népeket fogadott be Attila. És hát végeredményben még tovább lehet fokozni. 12 dús királyt is kijárta udvarát, még aki benne nyüzsgött, temérdek jó barát. Több, mint bármelyik királynak valaha volt, Etel így éle gond és bú nélkül vitézlő hőseivel, tornát, lovagjátékokat tartott eleget, hősudvara méltán büszke lehetett. Hát nagy nehezen tényleg eljutottunk a dolgoknak a legvégére. Utolsó szó jogán a képes krónikából idézek fel egy olyan képet, amely az egész képes krónikában, tehát 1358-ban íródott és festődött a képes krónika Nagy Lajos király számára, vagy másfél száz miniatúra díszíti. És tudni kell, hogy a világon ez az egyetlen olyan legkorábbi ismert kódex, sehol párját nem lehet találni, ahol egy nép történelmét az ősi kezdetektől az írás addigi jelenkorig képekben is elbeszéli. Tehát vagy másfél száz miniatúra. Na most ehhez képest Attila életét 7 képben mutatják be, és hát mivel Nagy Lajos végül is leányágról származik az Árpádházból, tehát Attila király nemzetségéből, ezért nem árt tudni, hogy Nagy Lajos, de az apja Károly Róbert magát Anzsúnak soha nem tartotta. Tehát ez, hogy Anzsú kor, ez csak akadémiai történetírás vonatkozásában jön szóba. Tehát azért hívják meg Károly Róbertet Magyarország királyának, mert 1301-ben férfiágon kihal az Árpádház. Tehát leányágon megy tovább. És 5. István Mária nevezettű lánya, Nápoly és Szicília királynéja, a nagy anyja tulajdonképpen Károly Róbertnek. Tehát ilyen ágon találkozunk, de egy Anzsú, hát kikergették volna az országból. És mint ilyen, Nagy Lajos Attilát saját ősének tekinti. És akkor gondoljuk végig, hát de francia származású volt. Igen, de Attilát tekintette saját ősének, de 9. Szent Lajos francia királyt is nagyon kedvelte és nagyon szerette, de leginkább toulouse-i Szent Lajost. Na ki volt ez a toulouse-i Szent Lajos? Hát az ő nagymamájának, Máriának az édesfia volt. Tehát megint egy olyan árpádházi szent, akiről úgy elfelejtünk megemlékezni. Tehát az utolsó kép viszont, a 7. kép, az Attila király mennyegzőjét mutatja be. Tehát ekkor Attila király állítólag már egy kicsit idősebb, öregebb, és feleségül vesz egy gyönyörű szép nőt. De egy gyönyörű szép hajadont, de a krónika és minden legenda úgy a szánkba rágja, hogy emberfeletti szépségű volt, isteni szépségű volt. Ez mit jelent? Ez már nem földi ügy. Tehát ha emberfeletti szépségű, isteni szépségű, és nincs olyan szép a föld lányai között, mint ez a Mikolt nevezetű teremtmény, akkor ezt komolyan kell venni. Márpedig azért, mert a mennyegző, az végül is valamit jelent egy szeretett vallás keretén belül. Mit jelent a mennyegző? Hát milyen a mennyek országa? Olyan, mint egy mennyegző. Na most nyilván ez olcsó szellemeskedésnek tűnik,
De egy biztos, ezt mindenki tudja, hogy Attila úgymond szeretett gyakorlás közben a szerelem legmagasabb fokán, és a szerelemnek van még egy titka, nem ővön alul kezdődik, hanem Istenből származik. Istenem, Istenem, szerelmes Istenem. Tehát a hagyomány Szentlélek működésének tudja az emberben megjelenő szerelmi erők megjelenését is. És ez egy méltó végállomás egy ilyen pályafutás után, és azért méltó ez a végállomás, mert elmondja gyakorlatilag a germán történetírás is, csak hát én most ezekből a szövegekből nem fogom újra előbányászni. Lényeg az, hogy Attila halála után, gondolom tudjuk, Attila fiai semmiféle megtorló hadjáratot nem kezdeményeznek. Miért? Mert megállapítják, hogy külsérelem vagy külső beavatkozás nem történt. Tehát Attila a szerelemnek a legmagasabb pontján távozik ebből a világból, tehát boldogan élt, amíg meg nem halt. Tehát itt tényleg a boldogság és a mennyegző játssza a főszerepet. Na de hogyan örökíti meg a képes krónika miniatúra festője 1358-ban? És a kérdés, ezt a miniatúrát miért akarták megsemmisíteni? Mert tényleg ez történt. Tehát 2003-ban, amikor a képes krónika újra kiadásra került, Barsi János újra fordította, Pap Gábor meg jómagam tanulmányai adták a kísérő tanulmányokat. Na most itt ez a kérdés tisztázódott. Tehát számítógépes, nagy felbontású számítógépes vizsgálattal meg lehetett állapítani, de a kódexlapon is lehet látni, hogy erőnek erejével megpróbálták szétdörzsölni azt a festményt. A hivatalos magyarázat a következőből indult ki. Ennek megvan a nagyon egyszerű oka, mert abban a korban nem szoktak ágyas jeleneteket festeni. Megfesti a miniatúra festője, de mondom, a gyalog-galop ehhez képest szomorú játék, ahogy a hivatalos történetírás az eseményeket tárgyalja. Tehát az ember ugye elhiszi, amit el lehet, de amit nem, azt nem. Tehát képzeljük el, megfesti a miniatúrát. Most egy miniatúra megfestése, azt sem tudjuk, milyen ecsettel dolgoztak, mert ezek olyan kis képek, több jelenetes képek. Tehát mai napig nem lehet tudni, hogy festették a képes krónikát. Megfesti több napon keresztül, vagy minimum egy nap kell. Hát felvinni, aranyozni, a színeket megadni, szárad. Egyszer csak eszél, horrible dictu. Hát én egy ágy jelenetet festettem. Hát ezek ott, van erre szakszó a magyar nyelvben is, most nem rész. Hú, jön a király és meglátja, az én vallásos királyom ezt meglátja, és gyorsan szétmaszatolja. És akkor odadunk egy maszatolt, szétkent kódex, semmi. Pergamenlapok újra lehet írni, újra lehet festeni. Ezt későbbi évszázadokban kis hígító hozzáadásával próbálták megsemmisíteni. És mivel a török térhódítása után budai várból kódexek Bécsbe is kerültek, hát valószínűleg Bécsben történt ez a beavatkozás. Ez mit jelent? Senki ne tudja meg, hogy Attila király végrendelete mi volt. Tehát ez a testamentum, ez az ő pályafutásának utolsó képe. És látunk, azért lehet körvonalazva látni, hogy mit ábrázol a jelenet. Egyébként csak úgy érdekességként mondom, ez a középkor teli van Dávid király ágyas jelenetével, mondván ismerjük a történetet, Dávid már király és megöregedett, már unja a királyi feladatokat, tanács összeül, és mit mondanak? Hát valami fiatal nőt dobjunk már mellé, hát ha a király egy kicsit felpesdül. Templomok falán megfestik. És azért ne felejtsük, Szoptatós Mária szobrok. Tehát el vagyunk tévedve. Ha valaki tájékozódni akar, most már az internetre felmehet, a mai fantáziát meghaladó képeket festenek a középkorba, hogy érthető legyen. Na de ez a legkevesebb. Ott van az ágy, átlóra íródik az ágy, két ember fekszik benne, tényleg szét van kenve, el van mosodva az alakjuk. Igen, de az ágy mögött állnak emberek. Na most gondolom, nehéz elképzelni egy nász éjszakán, hogy berendeli a nádorispánt, berendeli az országbírót, berendeli a szakértőt, hogy jól csinálja esetleg, nehogy valami olyat csináljon, ami nem
kellemnek és ízlésnek való. Lényeg az viszont, hogy az elmosódott képen is lehet látni, hogy az ágy mögött az egyik ember így tartja fel a kezét. Így, ezzel a mozdulattal. Kinek a kézmozdulata ez? Hát a Magyar Szent Koronán, az első Zománc képen, és hát ikonokon, festményeken, szobrokon. Hát ez a Vénusznak az újja, ez a napnak az újja, tehát világvilágosság a fény és a szeretet. Új parancsolatot adok néktek, hogy szeressétek egymást. Tehát ennek a kézmozdulatnak a szeretet parancsa az üzenete. És nézzük tovább a képet, és lehet látni, hogy olyan, de szét van kenve a kép, mint hogyha egy lepedőt keresztező irányba átlógatnának az ágyon. Tehát így valaki tart egy leplet, és szépen az úgy átterül az ágyon. És nagy felbontású számítógépes vizsgálatok, hát nem nagyon tudtuk így sem megállapítani, vagy tudták megállapítani, hogy tulajdonképpen hogy alakul ez a kép, mert ahogy szétkenték, úgy is kijöhetett az a vonal. Igen, ám, de így tartanak valamit. És kiderült a nagy felbontású felvételek, egy lenyomat van a leplen. Na most ez milyen lepedő? Milyen lepel? Torinói halotti lepel. És azért ne felejtsük el, abban a korban ezt már ismerték. Tehát ez nem tegnap óta torinói halotti lepel, hanem ember emlékezet óta. És végül Hegedűs Lajos 1853-ban Attila dráma 4 felvonásban, tehát úgymond megírja ezt a drámát, most nagyot ugrunk az időben, csak hogy a gondolatok, és ezek nem egymásból merítő gondolatok, hanem Attila királyi eszmekörből merítenek. És ha jók a gondolatok, hogyan oda jutnak? Attila a halálos ágyán ezt mondja ebben a műben. Ó nemzetem, add át fájdalmadat, mely halálom után várhat reád. Hát előrelátó volt Attila, hogy mi vár erre a népre. Elviszem, hogy ne érezz más soha, mint boldogságot és dicsőséget. Népem, ha úgy szeretheted magad, mint én szerettelek téged, örökké élsz. Na hát köszönöm szépen a figyelmet. Polgári Monológ. Érték a felszínen.